A műsorszám két éven aluliaknak nem ajánlott. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri! Hello, sziasztok! Hello Jani! Szia! Ja, bocsánat. Csendesen, hello. Csendesen gyerekek, mert ránk szóltak, hogy hangosak vagyunk, azt megy mindenki haza, aki vágnak minket. Csúnya világ lesz itt. Pakoltad össze a cuccot, húzzá haza, ne ordítsák. Ordibálsz, azt kivágják a cuccot, összepakolsz, hazamész, aztán ott törjönsz, nem itt. Tudom, melyik volt az, amikor felkiabáltam, hogy jó lenne már egy kis rizibizi, meg rántott sajt, jó Istenem. Hát most mit csináljak? Ne zörögjél az acsival. Ja, tényleg. Gyerekek. Bekrémezem majd. Bizony, itt mellettünk rádió stúdió van, illetve mi vagyunk a rádió stúdióban mellettünk, szállodai szoba van, és állítólag tényleg itt lakik a 160 kilós óriás. Aki nem veszi jó néven, ha nagyon ordibálunk, ezért ránk szóltak a szállodában, bizony, hogy ne ordibálj. Kicsit berágott a csáho, az már feni a macsetákat. Jaj, gyerekek. Nem akarok tényleg hangosan beszélni, én nem akarok itt a folyosón gurulni egy 170 kilós fekete emberrel, hogy itt birkózunk, folytogatjuk egymást, és legurulunk, aki lépcsőn is megérkezünk az étterembe. Az nem lenne jó. Nem lesz gond, higgyétek el. Kidumálod, Jani, vagy mi lesz? Nem, majd beadjuk nekik, hogy a Gyula távoli rokon. Csak kifehéredett? Igen, alkatra már megvan, csak színe. Csak albínum. Igen. Nem, jaj. Szerintem a portáig hallatszódott ki. Álltok, a portál szólt, hogy hangosak vagyunk. De olyannyira, hogy... És felébredt. Igen, hogy nyitott ajtónál hallotta, hogy mi örjögünk tegnap. Ha? Kamuzik. Hazudik, jó van. Gyulát zavarta, nem bírt aludni itt a folyosón. Mi? Miért? Szerintem, hogy Gyula volt az, aki felnyomott minket. Jaj, gyerekek. Hát nem mondom, hogy kialudt állapotban vagyok azért. Most miért mondod? Aludtál, nem? Aludtál? Aludtál, vagy nem aludtál? Negyedőt és fél öt között értünk vissza tegnap a szállodába, illetve mondd be még egyszer, légy szíves, mondd be még egyszer, mert nyilván azt hiszik, hogy félre hallották. Negyedőt és fél öt. Így van, és nem tegnap, ma. Tehát igen, egy másfél órát tudtunk aludni. Éjszakai történetet forgattunk, úgyhogy... Éjszakai bevetés. Klasszikus pokolgép halvon címe egyébként, csak mondom. Ez ki határozza meg nektek, hogy nektek mikor kell dolgozni? Van valami... Aki utál minket. Szerintem is azért kérdeztem, hogy ő szeretem benneteket, mert mondjuk ezt lehetett volna péntek estére vagy szombat estére tenni. Ha én szerkeszthetnék valaha egy ilyen műsort, nem fog előfordulni, megígérem, akkor én úgy oda tenném mondjuk egy jó péntekre. Pedig nem bánnánk, hogyha szerkesztelél ilyet, Feri, még az elkövetkezendő 6 hétben, mert ez azt jelenti, hogy te valószínűleg nem szervezel nekünk ilyesmit. Ugye? Mert én erre gondolnék, hogy ma pénteken vagy szombaton ezt leforgatjuk, de jó, tök jó ötlet volt most. Nem, ez ma éjszaka kellett leforgatni. Mert ma állt úgy a hold. Ma állt úgy a hold, igen. Fél ötre értünk vissza a szállodában, most 6 óra 15, ami azt mondja, hogy pontosan 6 órakor szólalt meg az óra, tehát másfél óra van bennem. Így van. Alvás technikailag. Ami nem is baj, mert ugye az éjszaka azért nagyon föltölti az ember, tehát amikor ilyen víziló trágyákat így kerülgetsz, azt mondják, hogy hát nem jó, mert jön az a víziló ám. Igen. Afrikában a legtöbb ember víziló támadást dohal meg. Aha, tehát ahol van trágya, ott van ló is. Igen. Ott jön. Aha. És a víziló meg ugye nem sok mindentől fél, legfeljebb attól, hogy nem tud párosodni. Igen. És nem talál magának igen megfelelő alányt, ezért ő elindul az erdőbe, egy kicsit kószálgatni, kicsit nézelődni, falatozgatni, és ha esetleg valaki közé és a kedvenc legelője közé kerül, hát akkor nem a víziló húzza a rövidebben. Mondjuk van egy jó hírem, hogy nekünk a szafarin azt mondták, hogy a víziló csak vízben tudja csinálni, mert az apa víziló, ha rámászik az anya vízilóra, akkor az meghal, mert olyan nehéz, és ők vízben csinálják. Uh-huh. Párosodnak, igen. De éjszaka támadnak. Az igaz. De akkor téged megfogna így a két foga között jönni, és bevinne igen, a vízbe. Igen, és hátradobna. Ezért mondom, Balázs holteste mellé. Ezért mondom mindig, hogy értelmetlen dolog az állatkert. Félreviszi a gyereket, félre neveli. Mit lát a gyerek az állatkertben? Víziló békés, pörgeti a farkát, nyújtogatja a száját, meg egy öreg néni kilós kenyeret tesz bele. Meg ott van a foga. Ott igen, lyukas a foga, az nem csinál semmit. Itt mi van? Itt az van, ha kimész éjszaka a dzsungelbe, akkor Afrikában a legtöbb ember amiatt hal meg, jön a víziló. Baromi gyorsan fut, nagyon agresszív, és ha keresztezed az élőhelyét, akkor megesz téged, és üldöz egy kicsit. Azt csinálják, hogy állítólag éjszaka mozognak, mert hogy kijönnek az erdőből, és legelik a füvet, ami nekik nagyon komoly táplálék. Nem szeretik, ha ott vagy. Aha. És akkor viszont úgy beindulnak, 40 km/h képesek ezek a dögök futni.
nem tudsz tőle elmenekülni. Az elől nem, az sok. És a legtöbben tényleg vízidó támadás miatt arra gondolnád? Nem. A színét, szívinfarktus, koszorú érve. De arányos állat. Erre adtud. Vízidó. Ezt náluk otthon kisiskolás is kinyíri egy pöttyös labdával, ahogy az elő is fordult már korábban. Azt nem. És hogyha kiállsz az útjából, akkor ő robog tovább. Hát ő tovább robog, elvileg föl kell rohanni a fára. Aha. Mert fára mászni a víziló? Fára nem mászni tud. A víziló? Ha nem találsz, hát megdög lesz. Miért jó az ár, vagy miért rossz az állatkert? Félre vezet, ugye? Így most nézd meg, amitől én nem féltem volna tegnap este, amíg valaki el nem mondja, hogy az ott vízilót kárgya, egyébként ne lépjek már bele, és jön a víziló, az a víziló. Mit láttam az állatkertben, hogy hülye állat áll egy helyben, azt nem csinál semmit. Igen. Ez nem hülye állat, ez egy gyors állat. Nem. És agresszív. Így van, és meglehetősen okos is. Szerintem ő tud például irányt változtatni is futás közben, aha, tehát ha te jobbra kanyarodsz, nem balra fog kanyarodni. Utána nem hülye ő. Hát de miért? Nem akar megenni. Hát ő zöldséget teszik. Persze. Képzeld el, hogy igen, de hogy közben ragadozol. Így van, de ahhoz, hogy tudja, hogy te nem vagy zöldség, hogy nem egy gyors zöldség vagy, ahhoz meg kell kóstolnia. Olyan, mint a fehér cápa. Csak addigra jön rá, hogy nem szeret, amire megevett. Megettél a napot. Neked már nem vigasz. Zsebben mondta a fehér cápa, aztán kiköpte az áldozatát. Darabokban. Két darabba. Hát mindegy. Hát ez van. Én mondtam egyébként Balázsnak, hogy ha jön a víziló, akkor nem kell semmi más csinálni, mint egyébként adott esetben ilyenkor. A máskor bárhol csinálna egyébként a világban, hogy elhelyez a fején egy ugrópörgő forgulót, érted? Mert az anyjába el balra. Az kész, érted? Ugrópörgő forgulót? Egy ilyen 800 kilós, 1000 kilós, hát itt szaladt fel. Figyelj, Jani, most rápotintok egy szobost! De az is jól felugrasz a hátadra és meglovagolod, hiszen a saját hátára nem tud felugrani feljebben, viszont téved. Mondod. Én azt hittem meg felugrom az ő hátára. Érted? Például hiszen az egy ló, és igen, betöri. Na, az a baj, hogy a vízilónak, nem tudom, láttatok-e már vízilóvat, nagyon közelről még szélesebb háta van. Tehát ha te felugrasz egy vízilónak a hátára, akkor te már gyakorlatilag angolspárgát is tudsz. Ha, érted. Ez itt a nagy probléma, hogy angolspárgában nem tudsz szorítani. Nem, bizony. Állj. És ki is dörzsöljöm akkor. Mert nagyon durva a bőre a vízilónak. Annyi baleset veszélyes szituáció alakulhat ki abból, hogy az ember találkozik a nedves mezőn egy vízilóval, hogy az valami hihetetlen. Ja, a nedvességről jut eszembe. Ugye ő csak a vízben párosodik, mondtuk ezt az előbb. Igen, ám csak, hogy tegnap, szinte egész nap esett. Úgyhogy ez a kaszáló, amin ő nagyon szívesen legelt, leginkább egy lábhoz volt hasonlatos, ami elég sok víz volt. Így van, igen. Jobb hiány. Igen, érdekes helyezet. Nem túl magas a víz. Azért megcsinálom, gondolta a víziló, és úgy is te. Igen. Érdekes ez a dzsungel, tényleg, szóval, hogy te vagy a betolakodó igazából, és neked kell alkalmazkodni ahhoz, ami ott van. És van egy csomó minden. Tegnap kígyót láttak megint a tábor környékén, a folyóban. Mérgeset vagy nem mérgeset? Zöld mamba. Zöld, az mérges. Zöld, szerintem igen. A mamba ami fürdő. Éjszakot kerülgeted ezeket a vízilótrágyákat, és nem vagyok, ne lép bele. Egyébként, ha arra fussál, mert nem barátságos. A mamba is minek fürdik, hát nincs hónalja, nem kell kimosni. Hát tökéletesen igaz. Nem ilyen, csak megy a fűbe, azt az lemos. Meg ráadásul ez kis mamba volt, hiszen még éretlen volt. Hát, mert a piros az már veszélyes. Így van, a zöld az még éretlen, minden kisiskolás tudja. Úgyhogy ilyen dolgok történnek az emberrel, vagy nem történnek, hála a jó Istennek. De minden esetre azért jó volt visszaélni 4:20-ra. Balázs volt most a sofőrünk. Én vezettem. Így van, 4:20-kor te vezettél. Hát így van. A sofőrünk még aludt. A gyártás ugye nem maradt kint velünk, és mondtam, és két választásod van. Persze megzsaroltam. Vagy kimaradsz velünk a bátorság próbálni, és hajnali fél 5-kor mész haza, vagy odaadod a kocsit, hazamész. Lefekszel. Gyalog. Csinálsz, amit akarsz. Gyalog. És itt hagyod a kocsit. Persze, nyilván azonnal rájött, hogy ez egy csapda helyzet, és ott adta a kocsit. Úgyhogy tegnap, igen. Ez így a balos közlekedés fél 5-kor reflexből, ezért ez figyelős. Így van. Tehát balra behajtani egy körforgalomba a gyerekek, azt ember nem tudja megszokni szerintem. Balra mész be a körforgalomba. Nagyon fura. Nehéz. Főleg, nagyon hogy fura. A visszafele útat felváltva aludva tettük meg. És amíg az egyik aludt, addig a másik figyelt rettenetesen. Nagyon klasszik jelenet volt egyébként, köd volt, nagyon esett az eső. Mondom, itt most megjelenik valami ember, akit én így van. Beugrik a kocsi elé, egy ilyen pisztolyjal a kezébe, és elkezd hadonászni. Egy két társa ott van a bokorban, menjünk segíteni. Egy rákhalász gumicsizmában, meg esőkabátban, azt érted. Egy nagyobb gázfröccset, nem? Mondtam, na akkor az most baj van, mert nem állunk meg. Nem állunk meg, olyan kietlen tájakon jöttünk éjszaka, hajnalba, ködbe, esőbe, hogy mondom, itt ezt klasszik horrorfilmet lehetne forgatni. Tudod, kocsi elakad, vár, kiszállok, megnézem, mi a baj, soha nem jön vissza többet, tudod, nézem. Ott maradsz egyedül az erdőben. Csak de... ennyit halasz. Ennyi. Igen. Tudjuk, a Jani. Aztán és kész, vége van. Aztán már tudjuk, mit csinálunk idén tavasszal, Dél-Afrikában. Hát te semmit, mert te tűnsz el elsőnek.
Igen, de kiokosodunk egyébként. Kiokosodunk, hogy milyen hang mit jelent, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni. Így van, hiszen még megint találkoztunk Chris-szel, ami a Wranglerünkkel. Ő az, aki a kígyókat mutogattam. Persze, elég nagyon megnyugtató volt. Aha. A hangszíne. Nagyon jó, elmondja, hogy melyik amit mondott, az nem. A hangszíne nagyon megnyugtató volt. És addig, amíg ő csak beszélt, addig nem értette, semmi baj nem semmi volt. Semmi gond nem volt, de aztán elkezdett Balázs fordítani. Akkor elmondja, hogy igen, hogy melyik állat jön ki éjszakon, hogy miért mozog az erdő, hogy mit hallasz. És akkor állod, most hallod valamint tudod, hogy a hangot letoljod a bokád olyan. Ez mi? Ilyen bagoly. Olyan bagoly hangok alapján. A pali döbbenet. Nem tudsz tőle olyat kérdezni, amit ne tudna. Hogy ez éppen most mi? Mi ad ilyen hangot, mi csipog, mi zenél, uh-huh. A telefonod. Mi? Krisz, ez például mi? Van egy bejövöm. Igen. Szóval elképesztő módon ért hozzá, és akkor igen, ő mesélte, hogy hát ez az nedves idő, ez például ennek és ennek a kígyónak nem jó, de annak is annak jó. És én nem tudtam például, ezek a zöld mambák, ezek nagyon szeretik a vizet. Aha. Azért veszélyes, mert te ott éppen ott úgy fürdesz a patakban, vízesésnél, és kicsit bemész hűsülni, akkor a fekete mamba nem megy bele, utálja vizet a zöld mamba, viszont belemegy. És csak rácsod. Érted, mi? És csak te állsz ott a vízesésbe, finoman ott állsz, várod, hogy tudom, hogy jöjjön valami, azt megjön a mamba. És a zöld az viszont szeret ott lenni. Azért nem mindegy, hogy mi néz a másik oldalról, érted? Jancsi vágyakozó tekintettel, ahogy mosod a göncödet és a lábikát kilóg, vagy egy zöld mamba. Igen. Ti voltatok esetleg nagyon Isten kirándulni, vagy egy napot ki kellett vinni ebbe a rohadmányos szállodába? Hát egy napot fellőttünk. Mi lesz így veled? Mosodába voltak a fiúk, lányok. Na, nem élet az élet kirándulás nélkül. Én akartam menni, az a teljes punyadásom. Ezek már semmit nem akarnak. Ezek a gyerekek csak élvezni akarják azt, hogy kimosnak rájuk. Érted? Ez a nyugat kapitalizmusa, vagy mi ez? Ja, délen vagyunk, nem jó. Gyerek. Ezek mosatnak. Ezt én csinálják. Is mosattam tegnap, megcsináltam. Nem én, elküldtem, megcsináltam. Nem a kezeimmel, illetve azért ti is elvittetek egy pár nadrágot, ezúton is köszönöm, és visszahoztam valakinek egy pár zokniát, az nem az enyém, én a sajátjaimat mosom, köszi. Ó, basszus, én vagyok az Instagram felelős, nem csináltam tegnap fotót a mosásról. Na, látod, van frissen mosott zoknin a frekulit? Most alsóm van. Nagyon jó. Hú, az még izgalmasabb. Uh-huh. Ráadásul van köztük boxer is. Nem felejtem, mert akkor csalódást fogok okozni, mert mindenki arra számít, hogy csak fecském van. Csak mondom egyébként, hogy ennek felesebb tréfa. Mert Instagramos barátaink értékelik a helyzetet, és tudják, hogy már 8000 vagyunk. Azt halljon életben. A hét elején még 3000 volt. Nagyon megyünk. Azt nagyon jó vagy. Pasítunk. Gondolom megelőlegezték a bizalmat a Fregolimnak. Igen, várják utoljára az a szemét békás kép, hogy ki akar csinálni, hogy üldözzük a békát. De ott vagyunk Instagramon is. Persze természetesen Facebookon is, de az Instagramon is. És ott lesz majd először Jani Modern Fregolia. Amit már tegnap ígértem, csak nem mentünk be, mert nagyon sok mindent kellett csinálni, de ma, ha tudok és felébredek, akkor áttöröm így az van. Ajtót, és lefotózom az okniszállítást. Megnézhetitek. Így van. A 21. óra utáni szükségfregolimat, ilyenre fognak majd teríteni majd az atomháború után. Egyébként meg tényleg a lelleményességet kéne díjazt, hogy meg tudja érted szállítani az oknikat egy falikar és egy válfa segítségével. Te meg itt frockizod. Viszont 2 óra alatt kimostak mindent, kivassaltak, szárítójuk van, nagyon kultúrát, minden gyerekek, bedobod a cuccot, odaadod, megvárod, nem tettem. És, hiszen volt, aki megvárja. Volt, aki segített, hál' Isten, és 2 óra alatt minden kész. Illatos, cuccaim vannak újra, tudom őket hordani. Nagyon kultúrát. Ennek is azok voltak, csak hát, mi az illat. Kinek mit jelent az illat, igen. Viszont minden cuccom teljesen tiszta a gyerekek, úgyhogy a takarítón, hogy bejött, és ott hagyott egy levelet, hogy nagyon szép a szobám, megdicsért. Ilyen pedál szobában nem is. Uh-huh. Csak a tiédbe talán. Jó, hát én azt gondolom, hogy 2 megszólás között menjünk már föl azért a levélért, jó, amiben megdicsértek, én most kíváncsi vagyok. Ilyen levél. Igazából most kezdek ébredezni. Na jó, nem kell mindent elhinni. De a mosott ruha illata a száll a szobámban, érted? A mosott ruha illata. Sportoltál tegnap végül is? Képzeld, hogy voltam sportolni is, lementem egy kicsit a gymbe, mert a már, gymbe. Már kezdtem nagyon rosszul lenni mentálisan. Úgyhogy tegnap mielőtt kimentünk volna az erdőbe, volt egy kis sportolás, kis ugrálókötelezés, kis kondizás, úgyhogy muszáj, egészen jól lettem. De direkt vagy belegabolyodtál az ugrókötőn? Nem, egyet ugrottam, és utána 10 percig bogoztam. Gyere már ki! Igen, úgyhogy... Úgyhogy volt sportolás. Kellett most már. Mert mi hárman férfiak minden nap járunk sportolni. Nagyon helyes. Nem a Gyula még egyszer se volt, Zsűl tegnap mosni volt, úgyhogy igazoltan távol. Viszont a Gyulának hatalmas pályafutás áll a
a magam mögött, érted, igen, aztán onnan. Most is kicsit levezet, hát most, érted. Meg azért valljuk be őszintén, Gyulának egy vádlia olyan, mint nekem két szomba, úgyhogy hova gyúrjon. Ez igaz. Igen. Szóval volt edzés is, sőt, mi több úgy néz ki, hogy jön az autónk, lesz egy ilyen kis kettes golfunk, vagy valami nagyon szakadt, ilyen kitúrant, kipufogójú, valami kis szörnyűség, és akkor már jobban tudok jönni menni a városba. Azt még először be nem megyek. Aztán nyilván megláttam, hogy mi van ment, és nem megyek több. Ennyi. Mert ez lehet nagyon lehet menni a városba. Aztán integetünk valakinek békés szándékkal, azt visszalő. És akkor majd meglátjuk, hogy meddig lesz autónk. Igen. Golyó állót rendeltél? Nem, kettes golfot. Az se rossz. Mondtam a gyártásnak, olyan autót szerezzen nekünk, ami nagyon le van robbanva, nagyon le van pukkanva, lyukas a kipufogója, lehet ütni, vágni. Menjünk elébe a dolgoknak, ugye? Én ne ha most értek mindezek, ne kelljen vele vacakolni. Majdnem leszakad az ajtó, tehát hihetetlenül rossz. Az jó, mert azt nem támadják meg, mert én nem ezért akartam ilyen. Okos, látod, hogy milyen okos? Nézd meg. Kell, hogy a drága autót kivegyék a piros lámpánál alatt? Most egy szakadt kettes golfot ki akar kivenni? Kell a francnak. Ezért kell nekünk? Ennyi. Nézzük. Na, hogy állunk játékkal? 1-0. Nagyon jó. Tegnap én játszottam egy nagyszerű alfás kollégával, de belefutott a saját csapdájába. Tudom, ráadásul... az nagy csata volt. Igen, az jó nagyon volt, ügyes, igen. Ügyes játék volt, de egy pont nálunk van. Jól van. Uh-huh. Neki akkor... volt Mohács. Ez az. Akkor lehet jelentkezni újra játékra, valaki tegye meg, aki szeretne velünk játszani. Jó, másfél óra alvás van mögöttünk, úgyhogy szerintem viszonylagosan sebezhetőek vagyunk, de nem adjuk magunkat könnyen. Így van, zöld, csak meg akartam, hogy nem. Ide vagyod? Nem állt fel a hangodat, nehogy a portás szóljon. Mert pont bejött a Gyula, és akkor jobban megy ki a hang. Itt a Bamzer. Gyula. Na, mi van? Nem szólt senki? Nem szólt senki? Most menj ki meg, én is próbáljuk kicsit hangosabban. A vágósrác elköltözött innen a szomszédból, és én nem mondom, kiadták a szobát, úgy óvatosan. Kopogtass bán be ide hozzánk, mellénk, Gyula. Egy csúnya nagy faragott... Tud aludni? Jó napot kívánok. Á, szép lesz. Egy csúnya nagy faragott karó lesz a fereketekbe húzva. Így van. Az a baj, hogy közvetlenül mellettünk van ez a szép nagy darab fiatalember, és amikor Gyula is bejön a szobába, és mind a ketten erre az oldalra kerülnek, megbillen a szálloda. Igen. Jaj, gyerekek. Janinak üzenem, hogy Lőrince minden rendben. Jaj, Express buszon továbbra is megy reggel a fűtés. Ezt, hála Istennek, köszi szépen, Kata. Mert mindjárt hideg lesz, most olvastam, hogy igen? Két nap van a melegből odahaza, kettő vagy három, és ők már ennyire gondosak a BKK, hogy előre befűti a busz. Érted, és szerdától csütörtöktől hideg van, nem fogsz fázni a buszon. Aha, szerintem csak biztosíték probléma. Ezúttal jegyezném meg a napmunkatársainak, hogy szombaton érkezik egy kairói gép. Na húzzál már, ne szórakozz. Egy kairói gép érkezik szombaton, tele lopott műkincsekkel, lopott szajréval, aha, és minden afrikai zuluk egy tárja szombati kairói gépet. Figyeljék, kedves navellenőrök, jó? És ha már a navot szóba hoztad, én pedig jelzem nekik, hogy mégiscsak így első kézből tudják meg, hogy a járulékokat már át szerettem volna utalni, csak a szolgáltatom állandóan késve küldi át azokat a tetves SMS-eket, és 10 perces limitem van, ugye, hogy a netbankon keresztül tudja utalni, de 30 perc alatt érnek ide az SMS-ek. Értik, ugye? Szóval van ott egy ilyen plusz 20 perc, amivel egyelőre nem tudok mit kezdeni, de a pénz megvan, kérem, legyenek türelmesek. Mi? Ezt téged elmeszelnek, ha hazamész. A évek óta, tehát mióta Vadon János vállalkozó, azóta mindig perce pontosan be van fizetve. Tudod, mi lesz? Most megvan! Megfogtuk! Majdnem kérlek. De miért nem utalod el telefonon? Nincsen telefonos? Az a baj, hogy kb. 10 különböző járulékot kell átutalnom, meg egyebeket. Na mire azt én telefonon keresztül átutalom, már hát akkor... Úgyis mindig az én telefonomat használod, ha csörögsz. Mondjuk, ez is igaz, kicsit sajnálom is, hogy észrevette. Na jó, lehet jelentkezni. Drága Morning Show hallgatók, drága kicsi kis hallgatóink, otthon messze tőlünk Magyarországon lehet jelentkezni játékra, valaki szeretne bennünket agyonverni, megteheti. Jó, várunk friss közlekedési híreket, és Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Májo, 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 Móni, Móni Show. Májo, 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 Móni, Móni Show. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Balázs, Feri, Jani, Meni Afrika! 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri! Hello! Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Nem menni Afrika, már itt vanni Afrika. Már itt vanni Afrikába, így van, már itt vagyunk. És Trafia 81-es főúton Söred és Magyar Almás között ezt Tücsi küldte nekünk, köszönjük szépen. M0-56-os kilométer felüljáról M3-as felé háromlábú Primőr Tamás üzeni, M2-es Gödi lehajtónál trafi, mindenki figyeljen, Boti, és M3-as, M35-ös lehajtójánál vakító fényszoróval leálló sávban figyelnek a rendőrei. Mi pedig megnézzük, hogy ki a mai játékosunk.
Tehetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, srácok! Mónika, jó reggelt! Mónika, honnan hívsz minket? Most jelenleg Hévíz Györgyről. Hévíz György. Mónika, melyiket kedveled? Móni. Tudom, vannak nevek, akik érzékenyek, ha a másikat mondják, és akkor Mónika utálja a Mónit, a Kriszta, a Krisztit, ugye? Te is ez a típus. Igen, jobban szeretem a Mónit. Na jó van. Oké, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Miért, szegény? A gyengét rúgod, mi? A gyengére mész, aki fél öt, jött vissza már a szállodája. Hát próbálkozom, mivel köveset aludtatok, hát ha. Erre minden esélyed megvan. Mehetünk, Jani? Hát, hogy a viharban ehhez mehetnétek akkor? Már? Na, akkor mondom is. Tri és tu és van és fájő. Na, Mónika, szeretnék kérdezni? Hogy kérdezek én? Igen, kérdeznék, hogy jelenleg nem. Köszönjük, itt a vége, Móni. Itt a vége, azt mondtad, hogy igen. Ez volt az első szavad. Igen, kérdeznék. Igen, kérdeznék. Igen. Jó, de aranyos vagy. Igen. Mit akartál volna kérdezni? Hogy nálatok is ilyen nyálkás idő van arra, vagy ott a legalább másfél a napot. Nyálkás. Szottyos. Nyálkás, szottyos. Nyálkás. Brücskös. Most egy pár napja nyálkás, hol esik, hol fúj, de most megint jó idő, este szakadt az eső, igen. Nyálkás, napközben egyébként nincs hideg, szóval kifejezetten jó idő van, de ez a klasszik tavasz. Így van. Tehát, hogy... Az a szerencse, hogy csak akkor esik az eső, amikor forgatunk. Igen. Móni, hát ez egy gyors játék volt, nagyon ügyesen nekilendültél. Legközelebb, ha próbálkozunk. Jó? Oké. Köszönöm. Köszi neked. Ciao. Hello. Na, Anna már is írta az állást, hogy így gyerekek, egy röpke szépítés után egy huszárvágással egy-egyre hoztuk a keddet. Azt legyen szerintem 2-0. Ne, adj egy, én annál után megyek. Mert tegnap én nyertem, ma pedig te nyertél. Lát, tudod, hogy velük van. Akárhogy is nézzük, az áruló, az nálam kettőlem. Jó reggelt, srácok! Igen. Hello, Anna! Szia! Hello! Ferikém, azért egy-egy, mert meghallgattam, tegnap nagyon sok hallgató jelezte, hogy Ádám, akivel te mérkőztél, és az alfákról beszélgettetek, hogy kimondta a tiltott szót, te így hallottad adásba. De nem mondta ki, itt van a hanganyag, hát, és ha akarjátok. Hát akkor újra kéne játszani, hogy valami. Hát de... Nem szólsz. Nem hát szóltam de, nem szólsz. De szóltam nektek. Szóltál? Igen, csak nem néztétek meg, bocsássatok meg. Ott az SMS fal, ott a Skype, minden. Tehát, hogy a nagyon sokan írták egyébként. Nagyon-nagyon sokan, meg telefonáltak is. Tehát, ha akarjátok... Nem mondta ki. Nem. Olyan gyögyörű nem volt benne, hogy örül. Nem értem, mert régebben bármikor belevágtál volna ilyen esetben egy igent, egy nemet, egy feketét, meg egy fehéret. Mi hiszünk neked, csak így most már elsikkadt ez a tegnapi nap így utólag, mert akkor mondjuk újra játszhattuk volna. Főnök azt mondja egy-egy. Így is nyerünk. Azt mondja. Már Anna is állt át az ő oldalukra. Én most már velük vagyok. Kicsit látod, eljövünk otthonról, a szabadjára van engedve. Holnap mi lesz? Holnap reggel elmondja, vagy Mónika sem mondta ki az igent, ő nem hallotta. Persze. Igen. Szóval legyőzte a játékban a Ferit, mert hogy nyilván nem Balázsral játszott, nem Ferivel. De hát nem győzte le, hiszen se végig nem játszottuk a játékot, se ki nem mondta egy tiltott szót. Holnapra már ez a játék is. Nem kell az alamisnak. Hát játszhatjátok újra. Figyelj, én szerdán fölhívom nektek az Ádámot, és akkor Feri, újra mérkőztök. Mit szólsz hozzá? Jó ez. Figyelj, egy-egy, hozzuk így. Jó, legyen. Nem akarunk mi lopni. Nagyvonalúak vagytok. Ezt szeretem bennetek. Igen. Hát itt mindenki úgy hallotta, hogy egy jó nem volt benne, aztán utólag így elsik. Hogy szoktad mondani, Balázs, érted? Akkor gyertek, teniszezetek, ti vagytok ketten, 4-0 oda, és ti szerváltok. Aha, persze. És akkor mi van? Gyerekek? Nem kell. Azt mondja, nem mondta ki, nem mondta ki. Nem én mondom, gyerekek, az SMS falon tegnap kb. 10 SMS, aki azt írja, hogy nem mondta ki, miért meszeltétek el. Hát arról majd, ha hazajöttök, beszámolok. Nézd, Jani. Annál többre. Masszás fotel és mindenféle. Jó van. Puszi, Anna, köszi, akkor megyünk, hírezünk. Puszi. Egy-egy van, jelen pillanatban, gyerekek, hát higgyünk neki. Jó van, de jó, így legalább izgulunk. Úgyhogy egy-egy van, holnap újra játszunk, most pedig hírezünk, 5 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja, és most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben, Dél-Afrikából.
7 óra, pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Hát, szervuszka. Hallgatók, itt vagyunk. Mérnek a 81-esen, a 16-os kőnél Fehérvár irányában. Azt mondja, hogy Ági küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Trafi 38-as alkalmaz felvezetőn, vagy bevezetőn Tokaj felől üzente nekünk Balázs. Az 55-ös főúton baját elhagyva Csávoly irányába Fehér Renault táliából mérnek. Józsi üzente ezt nekünk. Józsi, köszi. Allé-Fehérvári kereszteződésében gondok vannak a lámpákkal. A gyalogos lámpa is sötét, figyelje mindenki. Üzente nekünk Szala. Köszönjük szépen. Abánál 63-as számú főúton van egy baleset, és arra szól a kocsisor Halásztelekről az M0-ás felé. Ezt pedig Marci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, gyerekek, ezek a legfrissebb közlekedési hírek. És most zene. És most. Igen, és most egy biztos zene. Na, mi van? Meghallgattuk? Nem hallgattuk? Hiszünk Annának? Mi én hiszek Annának. Persze. Így van. Nem akarunk elcsalni pontot. Nem kértük be a felvételt. Dél-Afrikában mindenki hallotta. 5 hallgató írt, vagy 10, Anna meghallgatta, nem volt benne, úgyhogy övé a pont. Meg messzi helyen élő vágó, azt rakod össze, amit akar. Így van, ugye, nem látjuk a tartja. Kezét. Gyerekek, akartuk írni a Dárdait, képzeljétek el, csak mondom, és olyan szinten újra meccseznek, hogy nem nyilatkozhatnak meccs előtt. Mert hogy holnap újra meccsük van. Ferőer, mondtam. Hát a Ferőer szigetek ellen készülnek. Hát mi ez a sűrű beosztás? Hát ha egyszer megindul a szekér, érted, egy-egy után most megverjük Ferőert, aztán jöhetnek a németek. Így van pontosan, és hát ugye a ferőeri vikingek ellen csak úgy van esély a csapatnak, a készül. Igen. Na jó, de most tényleg egy ilyen fontos ember, mint ez a Dárdai, hát most 3 percet, 5 percet se lehet. Figyelj, de mi véletlenül kikotyog valamit, vagy ilyenkor miért nem lehet nyilatkozni? Nem, azt mondja, szerintem hogy technikailag van ezzel baj. Igen, hogy hányan futnak ki a pályára? Hogy most váratlanul 14-en leszünk. Vagy mit mondhat? Szerintem vagy utaznak, ha mi megyünk, vagy jönnek, nem tudom. Szerintem technikailag, tehát stábértekezlet, utazás, reggeli, kelnek, medzés, tehát inkább így van a baj, vagy ezzel van a baj. De minden esetre holnap, mert hogy ma játszanak? Ma játszanak. Ma játszanak. Holnap akkor megpróbáljuk Dárdait elérni. Egyrészt most egy ország szurkol neki. Kettő, most nagyon népszerű, mert hogy az az eredmény, amit végrehajtott a csapattal, az már most jobbnak tűnik, mint egyébként, amit a csúnyán beszélő bácsi előtte. Úgyhogy, mert a csúnyán beszélő bácsi szépen fölkészítette, érted, a csapatot fölhozta, neki már csak le kell aratni a babérokat. Bizonyám. A Dárdai már csak, ő már csak arat, igen. De nagyon, nagyon rendes levelet küldtek, kulturáltak voltak, és elmondták, hogy nagyon sajnálják, nagyon szeretnének, meccsnapon egyébként nem nyilatkoznak, de a meccs után, szerdán egészen nyugodtan állnak a rendelkezésünkre. Úgyhogy csak mondom, hogy holnap, ha tudjuk, akkor felhívjuk, jó? Jó. Nem értünk mi, és nem is nagyon szeretjük a magyar futballt, de nyilván nem olyan témákhoz gyúlunk, ami bennünket érdekel elsősorban, hanem ami sokakat. Úgyhogy, hát, figyelj, én nem nagyon. Mit mondott nekik? Hogy tudja őket motiválni? Miért vállalta el? Szóval tudunk tőle egy-két dolgot kérdezni. Holnap, ha tudjuk és elérjük, akkor hívjuk. Domcsizunk vele, én mondjuk életemben nem néztem meccset, ezt rólam tudjátok, de azért most mégis így jó dolog, hogy látod, hogy egy kicsi mocorgás van, úgyhogy persze beszélgessünk. A Feröer szigetek utána néztem, kérlek szépen, ott nincs profi focizmus, tehát hogy nincsenek profi focisták, ott úgy amatőr mindenki, hogy egyébként mondjuk géplakatos. Uh-huh. Géplakatos, aztán este elmegy érted edzésre, és akkor így áll össze az ők is válogatjuk, úgyhogy most mindenki már az rengeti erőre a zászlót, hogy a Feröer szigeteket el fogjuk meglátjuk. Majd fenekelni, meglátjuk. Majd meglátjuk, így van. De voltak már kellemetlen meglepetések a múltban néhányszor. Úgyhogy majd kiderül, de ez nagyon jó, hogy holnap már tudunk vele beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok a Dárdaira, én nem is annyira a válogatottra, vagy a csapatra vagyok kíváncsi, hanem rá, magára, a vezetőedzőre, mert hogy azért ő, akárhogy is nézzük, Németországban egy ikonnak számít, ugye a Hertha ikonjának, nagyon megbecsült szakember, és ő el is mondta, mielőtt elvállalta, illetve miután elvállalta ezt a posztot, hogy ő nagyon sokat kockáztat ezzel, nem szakmai hitelességét, megbecsülését, stb. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit mond erről. Igen, na többen érek, hogy ma van a meccs. Azt mondom, igen, hogy ma van a meccs, és ezért nem tud ma beszélni, mert hogy meccsnapon nincs nyilatkozat, nincs nyilatkozás, viszont holnap akkor hívjuk, és akkor beszélünk vele. Nem utasd. Menő, ajrá, magyarok! Gyerekek, a kommunikációs és marketing referensünk írt nekünk az MLS-től. Már a miénk, már ott dolgozik, a mi marketingesünk már átment az MLS-hez.
Nem. Mit mondtam? Nem, a Stancsik Tamás, az ő kommunikációs marketing referensük, az MLS-től írt. Írt a mi értékesítőnknek? Aha. Nem írt nekünk levelet többe, Julinak. Hogy? Azt mondja, hogy nem csak, hogy milyen kulturált a hangvétel, hogy köszönjük a megkeresést, sajnos a válogatott nyilatkozat szabályai, a válogatott nyilatkozat szabályai értelmében meccsnapon már senki nem nyilatkozhat. Egyeztetek a kapitányúrral, de valószínűleg ez esetben sem tudunk eltérni ettől, amit el tudok képzelni, hogy meccs után szerda reggel megpróbáljuk, amennyiben ez is érdekes, egyeztessünk, üdv. Hát persze, hogy érdekes, de jó. Meg az, hogy megpróbált, azt mondta, hogy megkérdezi. Legalább már az is jó, nem? Igen. De jó fej. De jó arc. Tényleg. Na akkor holnap beszélgessünk Dárdai úrral. Holnap felhívjuk. És addig mi legyen? Zene. Addig gondolj a vizilóra. Gondolj a vizilóra. Figyelj, én örülök neki, hogy nem futottunk azért össze ezzel a lényjel, az állatkával, ezzel a pici. Hát nem, igen. Hát szeretem akkor... ezek az utolsó mondatok. Ha egyed jönni, nem jön, spontán, az csak úgy. Mi az, Atyani? Nézd, mozog. Utolsó, kinek mi az utolsó mondat? Nézd, milyen nagy hegy. Ó, elindult. Igen. Igen. Az utolsó mondat szerintem nem az. Na, egy érdekes dolgot olvastam, mert már egy kicsit régebbi hír, viszont elgondolkodtatott ez is, mert hogy szerintem valami kamu van a dologban. Biztos ti is hallottátok, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség engedélyezte, hogy ne kelljen kikapcsolni a mobiltelefont. De használhatod is, vagy csak ne kelljen kikapcsolni? Tehát hívást kezdeményezhetsz? Hát, repülőüzemmód ugye volt már korábban is, tehát nem kellett kikapcsolni, csak nem használhattad. Hát jó, a repülési üzemmód telefon. Az azért volt működőképes, mert ott ugye a rádió hullámokat, tehát amivel telefonáltál, azt kikapcsoltál, tad az okostelefon egyéb szolgáltatásait, ami benne van, aki számítógép, nézegetheted a képeidet, így lehetett van. Játszani. Megetetheted pót. Na de várjál, hogy van az, hogy ugye most ők megengedték, hogy te telefonáljál, amire egyébként semmi szükséged, mert a gép fölmegy 300 méterre és megszűnik a téren. Igen. Tehát konkrétan, amire kikapcsolják az öveket, bekapcsolni jelzőlámpát, addigra már nincs térerő. De most akkor vagy most van a kamu, vagy hosszú ideig kamu volt. Tehát ha most már engedik, és ugyanezek a gépekkel repültünk 5 éve, akkor miért nem engedték? Aha. Mi változott, hogy most ezt megengedik? Hát rájöttek, hogy mégse zuhan le a gép, ha van rajta 50 telefon. Ez egy hosszú-hosszú kísérlet volt, aminek a végén egyetlen repülőgép sem zuhant le, ezért. Igen, de nem mersz kísérletezni, azért ott mégis emberek ülnek fel. Na de akkor most hogy engedik egyébként? Mert most az a rendelet, hogy nem kell neked az Európai Unión belül repülőüzemmódba állítani a gépet, a telefont, hanem nyugodtan használhatod, mint elektronikai eszközt, és nem kell repülőüzemmódba tenni. A repülés teljes időtartalma alatt, tehát leszállás, felszállás, nem kell a gépet kikapcsolni, se repülőüzemmódba tenni. Aha. Vagyis nem zavarja a repülőt. És az is egy érdekes kérdés, hogy miért csak az Unión belül? Tehát most például Johannesburg Kairó járat, az lezuhan, ha be van kapcsolva a telefon, de már mondjuk egy nem tudom, egy München, Budapest már nem zuhan le. Én megfeledkeztem erről egyébként. Hát, többször is. Erről az utasításról, mert ugye az Unión belül, amikor ugye repültünk, akkor természetesen nem jött semmiféle retorzió, ők ugye jól vannak informálva, tudták, hogy ez a rendelet már életbe lépett. Ott senki nem szólt. Viszont például, amikor mi átrepültünk Johannesburgból Nelspruitba, akkor azért csak oda jött a szép szál sudár jegényefára emlékeztető, illetve ébenfára emlékeztető hölgy, és jelezte, hogy ugyan tegyen már el a telefonjaimat, és akkor inkább ne telefonáljak haza, hogy... Aha, hogy jó vagyok. Hogy küljenek utánam tiszta zoknit. Anya, kisrebb csinülök. Igen, nagy a baj. Na de akkor nem így van, hogy akkor eddig ez kamu volt? Tehát miért riogatták az utasokat? Miért kellett kikapcsolni? Vagy most miért nem kell kikapcsolni? Tehát hol a csavar? Aha. Akkor hosszú évtizedeken keresztül, vagy évekig hazudtak, és az egész egy kamu volt, ha most megengedik, vagy beszereztek egy kütyüt, berakták oda mint a fekete doboz mellé, ami hatástalanítja a rádióhullámokat. De akkor nem tudsz telefonálni se. De akkor meg nem tudsz telefonálni. Ugye? Tehát akkor tök értelmetlen a dolog, akkor meg hiába mondja azt, hogy kapcsolod be nyugodtan is telefonálj, ha van egy hatástalanító kütyű, amit nem tudsz telefonálni. Ugye? Aha, ez se jó. Na, hogy a fenébe van ez? Lehet, hogy eddig tartott a kutatás, amíg mindenki azt mondta 100% biztosan ez az Európai Repülésbiztonsági akármicsoda, amit említettél, ezek nyilván vizsgálták azt, hogy hogyan hat a repülőre a rádió hullám, ami a telefonból jön. Sehogy. Hát de sehogy nem hat. Hát de miért? Hát most eddig meg azt gondolták, hogy hat. Ezt meg kell vizsgálni, azért ez nem játék, amikor fönn van egy repülőgép, ezt nyilván marha sok okos ember vizsgálta hosszú éveken keresztül. Most mondták azt, hogy gyerekek, nem fog lezuhanni. Én hallottam egyszer egy érdekes elméletet, hogy miért
kell kikapcsolnod a telefonodat, és állítólag ez Amerikából indult, és azért, hogy azok, akik Amerikában belföldön repülnek, azok telefonáljanak a fizetős telefonon. És ez egész ez ezért indult ki. És utána átvetik az európaiak, valahogy bevonult így a köztudatba, hogy jaj, ez nem tudom, interferenciát, hogy mit tudom én, mit okoz, mindenki kapcsolja egy telefonját. Lótúrót, ez nem okoz elvileg semmit, hiszen most is engedik, hanem ez azért volt, mert rájöttek, hogy nagyon sok utas így egyébként nagyobb forgalmat bonyolít a kártyás lehúzós telefonokon, amik vannak jobban felszerelt belföldi járatokon. Ha ott van az ülésedben a távirányító te megfordítod, az telefon, fogod a kártyádat, a bankkártyát, és lehúzod, és abban a pillanatban tudsz telefonálni, amikor tényleg működik. Én ezt kipróbáltam, amikor Amerikában voltam. Tényleg tök jó bankkártyás telefon. És bárkit fölhívsz, működik. És hogy ezen nekik nagyon nagy pénz van, és ezt valamikor a 70-es években ők ezt kitalálták, de aztán lehet, hogy ez egy ilyen, tudod, egy ilyen, nem tudom, urban legend, hogy az, ez kamu, de hogy ők ezt kitalálták. És igen, mert mi miért vettük volna át, hiszen nálunk nincs ilyen szolgáltatás, mert sznobok vagyunk. Én nem, Európán belül terepültél olyan géppel, ahol van. Európán belül kevés van, Amerikában több ilyen, ilyen gép van, ami távirányított telefon, illetve európai tengeren túli járatokon látod régebben, hogy távirányítod, megfordítod, és ott a telefon lehúzod. Úgy rajzolja is, hogy hogy kell a kártyát berakni. És hogy emiatt állítólag, és elkezdtek telefonálni, nem mintha egyébként otthon vagy föntről te tudnál a sajátoddal, mert nem tudsz, hát így is úgyis a kártyása vagy kártyása van az ember ráutalva, ha mondjuk telefonálni akar, de hogy ez az oka, vagy ez volt az oka, és aztán ezt valahogy átvették a többiek. És a többi légitársaság is elkezdte használni a gyakorlatban, hogy mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját, mert bezavar. Ha. De hát tudták végig, hogy ez rohadtul nem zavar be. Csak a lóvéra mentek. Csak a lóvéra mentek. Most pedig ezt ugye feloldották egy huszárvágással. Igen, mondjuk az a helyzet vele, hogy oké, okay, hogy lehet, feloldották. Ez lehet, hogy hülyeség persze. Tehát onnantól kezdve, hogy beszállsz a gépbe, akkor még beszélhetsz, leülsz, folyamatosan beszélhetsz. Még ott is. Ugye, amikor szólasz, Juvi, hogy akkor most legyenek kedvesek kikapcsolni, ott és azt mondtad, hogy körülbelül 300 méterig. 3-500 méter, aztán jó, tényleg... 500, na most az elkezdesz gurulni, és mire az 500 métert eléred, ez mennyi? 2 perc körülbelül? Tehát 2 percet. Hát sokkal gyorsabban. Hát de mire kigurul, tudod, a felszálló pályáig, meg mire eléri az 500 méter, na az pont 2 percet tudsz beszélni. Tehát ennyivel hosszabbították meg a beszélgetést. Ezért mondom, hogy ennek itt tulajdonképpen semmi értelme. Mert hogy fönt aztán te a büdös életben nem kezdesz hívást 10 000-re, és szintén eltűnik a térerő. Hát az lesz a következő nagy innováció, hogy a számító, vagy a telefonoddal egy ilyen fedélzeti rendszerhez tudsz majd csatlakozni, mert hogy ugye azt mondtad, hogy a kártyással tudtál beszélni Amerikában. Ugye az 10 000 méteren ment az a gép, tehát valamilyen rendszerüknek kell, hogy legyen, amivel le tudsz telefonálni 10 000-ről. A következő nagy átverés az lesz, hogy a jelentős pénzért te wifin csatlakozol valami fedélzeti rendszerhez. És csetelhetsz a kapitányon. És akkor közvetlenül neki mondta, hogy kapitány, szerintem ne jó felé megyünk. Igen. Ez mondjuk csak Európai Uniós légtérre vonatkozik most. De ezt mondtuk is egyébként. Tehát ez tényleg külföldön nem vagy. Tehát ne hívjatok, mi szóltunk. Igen. Igen. Tehát itt, ha most mész és leszállhatom majd szombaton a kairói járattal, akkor arra még nem vonatkozik. Na most például Kairóban szállok föl. Hát az nem uniós járat. Azért mondom, de ahogy leszáll, az már uniós ország. Leszállásnál már telefonálhatok? Ott már csörölhetsz is. Persze, a vámis pénzügyőrségnek, hogy... Schuller Attila, kérem, engedjen el, nincsen semmi elvámolni való. Tudod, mi lesz ezzel a szivatásoddal? Az, hogy leszállok Ferihegyen, megyek ki, és biztos vagyok benne, hogy engem meg fognak állítani. Várjál, én ezért tolom. És én meg el fogom mondani, jól van, fejjel, gyerekek, nem, hát tudom, hogy szórakoztok, hát nincs semmi, hát tudom, Balázs bemondta, jó, nagyon vicces, szevasztok. Nem, jöjjön velünk. És mindent végig fogok csinálni. Apró darabokra szednek, de megértem. Szeretjük a humort, értjük a kedves Rákóczi. Nem, ez nem az. Rutin. Eljárás minden bejelentés után nekünk vizsgálatot kell indítunk hivatalba. Láttam, mennyit vásároltál, láttam, mi van, elmondta a Schuller-ről, 400 euró. Tartanék egy rövid 450. vizsgálatot. 450 euró. 450, benne vagyok. Szombaton a kairói gépe tartanék egy rövid vizsgálatot. Majd a vám és pénzügyőrök helyett. Négy órán keresztül ott fognak szivatni, és a zokog a családom majd, érted, a bejáratnál, akik várnak, hogy apa nem jött meg. Felvágják a bőröndödet, elvisznek CT-re, megtükröznek. Nem lehet egyszerűen futni hagyni, meg egyébként is tényleg meg kell vizsgálni minden egyes olyan dobozocskát, amit talán V2-nek tűnik, ami kamillás hintőpornak tűnik. Nem biztos, hogy olyat kaptok, ha engem szét szednek, olyat kaptok, mire hazajöttök. Igen. Na mindegy, szóval visszatérve a telefonra, nem is erről akarok konkrétan beszélni, mármint, hogy nem ide akarom ezt a dolgot kifutatni, csak minden esetre érdekes. Ez én ilyen hírt olvasok, én mindig elgondolkozom, hogy oké, akkor eddig miért nem. De nem is ez a lényeg.
hanem ugye nagyon sokan járnak BKV-val, meg nagyon sokan utaznak, és biztos mindenkinek megvan az az utazó partnere, társa, ismerve ismeretlenül, aki telefont bonyolít út közben. Ugye? Van ez a típus. És kíváncsi lennék, hogy van-e olyan hallgatónk, aki már pontosan menetrendszerűen tudja, hogy az az utastárs, aki velük utazik, az mondjuk valahol az Astoria környékén felveszi az ő megcsörön mobilját, és beszél az ő anyjával. Vannak olyan vonatonutazók biztos, akik tudják, hogy ó, itt van a nagy telefonbeszélgetős, mindjárt megcsörön a telefonja, és neki áll beszélni a férjével. Vagy hogy kész van-e az ebéd, vagy hogy kész van-e a gyerek. Szóval, hogy minden, mindenki, aki utazik, gondolom, hogy találkozik a nagy beszélgetővel. Ugye? Aki mobiltelefonon beszél. És már előre tudják, hogy kivel beszél. Vagy végighallgatták már százszor, hiszen minden reggel ugyanazon az útvonalon közlekednek, ott áll az ember, megszólal a telefonja, és beszél. Értitek, hogy mire gondolok? Igen, akivel minden reggel összefut, és minden reggel az adott pillanatban, az adott helyszínen ugyanazt csinálja. Hogy emberek vajon mit hallgatnak végig az utastársuktól? Tehát mit hallgatsz te végig? Mire vagy te rákényszerítve? A hangosan beszélő, a telefonba ordító, a soha nem hallós, a mindig megszakadós, a mindjárt visszahívlak, a suttogós, kiérünk az alagútból. Ugye? Ez biztos, hogy van a csak bólogatós, a feleségével beszélős, a nagyon hangosan vitatkozós. Tehát megvannak a különböző típusú emberek, akik különböző féleképpen beszélnek telefonon a tömegközlekedésen. Autóban ugye kevesebbet hallasz ilyet, ha csak nem. Nekem tömegközlekedésen a kedvenc típusom, vele elég gyakran találkozom egyébként a villamoson. Ez egy adott, de ez egy konkrét ember? Nem, ez egy típus, uh-huh. Ez egy típus, ő a következőt adja elő, de én tényleg nagyon sokat találkozok vele. Ott ülök mellette, természetesen hol legyen hely, vagy hova üljön le, persze, hogy mellém ül le. Leül, telefonál. Következő. A telefonbeszélgetésnek a témája, tartalma, tárgya számomra soha nem derül ki, hogy mi a jó Istenért hívta föl, mert ez gyakorlatilag addig, amíg végigutazunk ezt a kis röpke, béketér, határút, távolságot, egyszerűen nem tud kiderülni, hiszen erről szól az egész, hogy Margókám, hallod? Szóljál már! Most miért? Na, én most de most nincs. Szóljál már, mert nem hallok. Hát rosszul fogod azt a telefont. Na, most hallasz? Most hallasz? Most én nem hallak. Mit csinálsz? Fordíts már. Nem. Most ne sértődjél már meg. Na, én pontosan erre gondoltam. Ő az értetlen. Tehát ő az, akinek se a párja, se ő nem tudja használni a mobiltelefon. Nem. És azzal megy el az utazás nagy része, hogy megy az okítás. Van a telefonon oktató. Ne úgy fog meg, beszibángosabban, csinál már ezt. Ugye? Tehát van ez a típus. És minden reggel, ha végighallgatod, mindig úgy beszél, hogy nem tudod, ki van a vonal a másik oldalán, de rájössz, konstatálod, hogy még mindig nem tudja megfogni a mobiltelefon. Hál' Istennek néhány helyen át tudok szállni egyéb járatokra is, amikkel el tudok jutni a kökig, és akkor meg tudom magamnak spórolni ezt a hajhullásos, megőszüléses következményt, ami azzal jár, hogy végighallgatod, hogy gyakorlatilag senki nem tudja kezelni azt a tetves telefont, de igazából nincs is értelme, mert nem mondanak semmi értelmeset a másiknak. Tehát az egész olyan, mint egy ilyen alapfokú, hogy használd a mobilodat, szerintem tanfolyam. És ráadásul Matild valószínűleg otthon ül, így van. Tehát ott van térerő, és embered, aki mellette telefonál a metron, neki nincs. Vagy a villamoson, mert ő mozog, ugye? És ilyen komoly, és mondja, Matild, álljál már meg rendesen. Iga? Na, ott most hallak, van és tévedő. Ki a hülye, aki otthon van. Igen, és Matild szegény így áll, érted, a tévé mellett egy kicsit ráborulva, míg emberünk utazik. A tipikus, ne gyere erre. Mama marad, ne gyere be, meg ne gyere erre. Büdös Isten, jó, de hogy jó anya. Megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. Mama marad, igen. Szóval, hogy sajátos utitársakat keresünk, aki most, nem, azt már megcsináltuk, hogy ki mit csinál, mint utitárs. A telefonáló és a telefonnal nem boldoguló utitársakat keresünk, akik valamilyen úton, módon értelmezhetetlenül használják a mobiltelefon, de semmiképpen nem úgy, hogy szia, visszahívlak, amikor leszálltam, buszi, vigyázz magadra. Ugye? Tehát ma már nem illik. Ma már ez így nem illik. És én tudom, hogy amikor az ember tényleg BKV-ban jár, akkor arcra pontosan ismeri az összes utast. Ott állsz a megállóba 7-20-kor, jön az az adott hív, állsz a villamosra, mész kettőt a metróval, és ott vannak az emberek. Hmm. Ott van a kicsi, ott van a nagy, ott van a jól felöltözött, a kiabáló, ez vagy az a típus, mert egész egyszerűen együtt mentek. Ő is akkora megy, te is akkora mész. Amikor Budapestre kerültem Békés Csaváról, akkor úgy jártam dolgozni, hogy hajnali 2-kor felültem Békés Csaván a postavonatra, eljöttem 5-re voltam a Keleténél, és ott a 78-as számú busszal kellett fölmenni. És aztán már így 97 körül már megjelentek ugye a rendes kis mobiltelefon, itt már korábban is, de akkor már elég sok volt, és minden hajnali 5-kor volt egy csávó, aki úgy ült le
sem elém, hogy így tartotta a könyökét a telefonnal. Tehát most mutatom, a hallgatók jól látják, gyakorlatilag ugye viszintesen kinyújtva. Oldal, ami itt volt az arcomba így, és szólt, hogy én értem, hogy te telefonál, ezt meg értem, hogy de miért, mi így? Halló! És minden áldott reggel ez ment a 78-as buszon. Minden áldott reggel valakit arcon bökött a könyökében a csávó. Piacnapon Mamika a legjobba, elővesz a telefonját, amit szemmel láthatóan a veje, a menye, az unokája, a fia vagy a lánya vásárolt neki. Hatalmas gombokkal lehet kapni ilyen készülékeket, pont egyes. Ez a lényeg az egésznek. Mama előveszi a táskát. Már az, ahogy kivarázsol a táskából, és óvatosan megfogja, nehogy lejtse mégiscsak ajándékból, már az megérvényesít, aztán pedig elkezd keresgélni a szemüvege után, hogy megtalálja megfelelő szemüveget, amivel egyébként látja a hatalmas gombokat. Felveszi, és elkezdi, és persze természetesen végig kommentálja az egészet. Azt mondja, hogy a Ez veled utazik? Az Erzsikén. Igen. Veled megy? Erzsikének a... És szinte tőled kérdezi, hogy mi az Erzsike száma. 420 vagy... 30 az Erzsike? Nem tudom. És azt mondja, és akkor megvan a szám, és akkor nyomom az ördet. És fölveszi? Igen, egészen meglepő. Erzsike, csak én vagyok az igen. Na, jól vagy? Jól vagy. Na, hívlak majd még. Figyelj, az úr, hogy jól hozott. Jól hozott. Megdöbbentően jól hozott. Hát figyelj, van tapasztalat. Hallasz? 20 éves így nyomod. És megint ugyanaz, hogy fogalmat sincs, hogy miért telefonált rá, az egésznek semmi értelme nem volt, maga a beszélgetése tized annyi ideig sem tartott, amíg ő elővette a telefont és tárcsázott, de legalább használta. Itt valószínűleg egyfajta tiszteletadásáról van szó, az irányába, akitől kapta az ajándékot. Ez az egyik lehetőség, a másik, hogy van egy keret, amit lebeszélhet. Ja, igen. Valahogy el kell költeni a plusz 5000 forintot érte, tehát nem maradjon bent a mobil szolgáltatóban. Na, drága Boldogsó hallgatók, küldjetek akkor nekünk jó telefonon beszélő, minden reggel telefonáló utas társakat, kivel beszél, kit hív, sikerül-e tárcsázni, miért üvölt, ha üvölt, eléri az illetőt, milyen stílusban beszél vele, és mit akar tőle, jó? Kihallgatott beszélgetésekre vagyunk kíváncsiak, amikor akaratlan az ember hallja az úti társától, hogy egész egyszerűen megint telefonál, mint minden reggel eddig. 8:30 pontosan 2 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Money Show! Ibilawa! Lafrika! Tatinsere! És most kapcsoljuk Dél-Afrikát! Folytatnánk, ha a mangó nem ragadna bele a számba, ez a szárított mangó. Rohadt egy gyümölcs, mi? Rohadt egy gyümölcs a rohadt életben. Mango, a mangó a második leggyakoribb halálok a víziló után. A víziló. A víziló és a mangó. Nem, gyerekek, most berágtam és lementem, és a lenti bárjegyzőt csináltattam magamnak egy igazi, jó minőségű cappuccinót. Ennyi. Amit most megiszom. Ez meg kellett, hogy lepjem. Ma hajnalban magam, vagy ma reggel magam. Nem vagyok hajlandó többet azt a vizezett, fekete-szerű ilyen szurkot. A filteres kávé után hílik a világ. A filteres kávé után, igen. Na, itt vagyunk, drága hallgatók, és arról beszélgetünk, hogy kinek milyen utitársa van. Méghozzá olyan utitársakat keresünk, akik ugye telefonon beszélgetnek, és ezzel mintegy tulajdonképpen a többi utastársuk agyára mennek, mert hogy aki tömegközlekedéssel utazik, vonattal utazik, az nyilván tapasztalja, hogy vannak emberek, akik még mindig nem tudják normálisan használni a mobiltelefon, vagy rosszul mérik föl a saját képességeiket, vagy a hívott fél képességét, és elindul egy ilyen ördögi kör, amikor ők tulajdonképpen telefonálni kezdenek. Mert hogy ugye szabad most már repülőkön is telefonálni, legalábbis európai járatokon, nem kell repülőzemmódba tenni a telefont, egészen nyugodtan bárki bármikor használhatja a mobilját, és arról beszélgettünk, hogy milyen idegesítő útitársa van a mi hallgatóinknak, akik ugye hát telefonálnak. Na, azt mondja, hogy azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak, te jó Isten, mennyi jött! De ez jó, úgy tűnik, ez mindenkinek beégett. 9:15-ös busszal indulok valahová, akkor egy csaj folyton kivesézi a magánélete legrejtettebb útjait. Érdekes. És mindig ott száll fel a buszra, ahol én vagyok. A másik egy vendégem, úgy jön oda pizzát venni, hogy ragad a telefon a fülőhez, köszönni és kérni nyilván nem tud, mert telefonál. Ez az SMS? Ennél több? Nincs bennem? Nincs. A 80-as trollin folyton a 6 órásin azt mondja, hogy headset a fülbe, de a telefont a szája elé tartja. Ennek mi értelme?
Atya Isten, hetszete fülbe. Igen, 80-as troli a 6 órás csin. Ha valaki még ismeri, írja meg nekünk. Stuttgartig hallgattam egyszer, hogy a férje távszerelte a kerti öntözőrendszer. Lackó 79 küldte nekünk. Győr-Sopró maraton volt régen, mindig egy pasi, egy út alatt kb. 20 SMS csuma nyomógomb hangerővel és csuma hangjelzéssel. Ezt Balázs küldte nekünk. Mondjuk hallott, hogy pittyegnek a gombok. Folyamatosan ír, ugye? Azért a távszerelés is rendszeresen benne van a témakörök között. Nem azt, a mellette levőt, is kétszer. Nem egyszer, kétszer. Kétszer nyomtad. Kihúztad? Zölden világít, vagy pirosat? Pirosat? Nem jó. Biztos, hogy csak egyszer nyomtad meg. Igen. Bármit tápszerelsz, az már jó telefon, ha te ezt végighallgatod, igen. Átüvöltve a metró hangját, ez már egy másik SMS, arról beszélt egy nő a kettes metrón, hogy a pasija mennyire szemét, hogy nem kötteti el magát. Mert ő már unja a spirált. Jaj. Ez egyébként tényleg egy érdekes téma, csak... Igen, tehát erre gondoltam, az ellopott, kihallgatott beszélgetések, amit úgy bonyolítanak, hogy nincsenek tekintettel a többi utastársra. Mindenkinek van ilyen élmény. Hát most miért nem kötteti el magát? Hát most értem. Milyen világ ez? Nem csak a nő gondoskodjon erről, hát a férfi is gondoskodjon. De akkor mi lenne, hogyha oda mennél hozzá, vagy mit tudom, odahajolni, és azt mondani, hogy nézze, szerintem köttesse el magát. De bocsánat, mi köze hozzá? Hát, ez jó a kérdés, jó a kérdés. Igen, Szala azt írja, nekem is van ilyen sajnos. Minden reggel beszél valakivel... Elköltetési probléma? Nem, telefonáló. Minden reggel beszél valakivel, és elmondja, hogy mennyi idő van a busz indulásáig. Ki hív föl vajon, akinek elmondod minden reggel, hogy még 8 perc is indul a busz? Kinek számolsz be arról, hát, hogy... aki várja a másik végén. De busz, miért várnál bárki? Hát miért? Hát valakihez megy. Igen? Megy a főnökéhez dolgozni, vagy nem tudom. Igen. És akkor a főnök még 5 perc. De tényleg nem tudom, miről tud vele beszélni minden egyes enge, a hangja pedig felháborító, minden reggel. Már neve is van, ő Galuska. Galuska! De jó. Szala, jó. Galuska. Jó névválasztás. Ezt Szala küldte nekünk, igen. Az én nagyim a fél életét elmeséli telefonon, körülbelül 2 havonta új telefont kell venni neki, mert valahova mindig beejti, legtöbbször a WC-be. Várják, és unokám. Megyek pisilni. Hát igen, hát vagy ez, hogy vagy ugye állandóan a toaletten telefonálgat, vagy pedig az otthonkájának a felső zsebében tartja, és amikor takarítja a fajanszot, akkor plogy. Volt egy srác a szinten utazás közben, aki minden reggel telefonált, fontos bizniszt bonyolított le, néha milliók röppentek a szájából, jelezvén anyagi helyzetét. Ez addig csinált, amíg egyszer hirtelen meg nem csörrent a telefonja, és bejött egy valós hívás. Jó, ez a klasszik sztori. Micsoda? Hát ez, hogy beszélsz milliókat, ez már nem olyan számtalan szó hallott. De ez már anyuci volt, aki felhívta, hogy otthon hagyta az ebédjét. Ez jó! Ezt Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy egy ismerősöm minden reggel az a tömegközlekedésen az anyjával telefonál egy laza terápiásat, majd imádkoznak egyet közösen telefonon keresztül. Azért ez is megdöbbentő, nem? Hát, ennyi szóval. Térdelek, mama. Így van. Összekulcsolom a kezem. És most mondjuk egyszerre mind a ketten. Igen. Nekem van két barátom, egyik közülük, amint beül az autóba, rögtön hívja a pasiját. Két barátnőm, pontosabban. Egyik közülük, amint beül az autóba, rögtön hívja a pasiját. Ha ő nem hívja, akkor a pasi csörgeti meg. Ne tudjátok meg, milyen féltékenységi jelentek zajlanak le. Legszívesebben kiugranék az autómból. Legyen szép napotok, Tünde, aki ilyen. Szintén végighallgatja ugye a barátnője telefonját. Igen. Nincs köze a másiknak hozzá, hogy most beszekszel a pasiddal, vagy nem, nem? Semmi, az ég világa. Jó, mondjuk én még ezt a közös imát sem nagyon értem, tehát hogy ott azért... De az lényeg, az összetartó. De te telefonálsz tömegközlekedésen? Te belemész a Móni, vagy ez volt, az volt, nagyon ez van? Ritkán. Nagyon ritkán. Te engem visszahivatod magad? És én az vagyok, aki még a száját is eltakar, még tudod, hogy még igen, hang sem senki, menjen ki, tehát hogy így én nagyon-nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra. Ugyanakkor tényleg, tehát hogy az imádkozókat azért megértem, mert sokszor én is együtt úgy vagyok vele, hogy szívesen elmormolnék egy imát, hogy aki nekünk tömegközlekedést adott, annak ne vegye le, legyen áldott. Amen. Tarlósul köszönöm. Szóval te akkor nem beszélsz. Nem, és tényleg nagyon félek oda arra, hogy egyrészt ugye a privát dolgok ne szivárogjanak ki, ha lehet, másrészt meg tényleg tehát azt gondolom, hogy a terhére vagyok a többi zavarod embernek, vagy a többi utasnak, akkor így van. Ott vartyogok mellett olyan dolgokra, amihez egyrészt neki semmi között, de valószínűleg nem is érdekli. Igen.
Az én munkatársa minden reggel 3 órán keresztül ébreszti az asszonykáját, mert nem tud felkelni telefonon, nekünk pedig ezt kell hallgatni. Ezt Szabolcs küldte nekünk. Hát igen. Az én munkatársam minden reggel 3 órán keresztül ébreszti az asszonyát, mert nem tud felkelni. Ezt olvastam volna az előbb? Igen, de szerintem nagyon jó, ezt így kétszer most is. Azt mondtam, hogy minden reggel ezt kell hallgatni? Szabolcs, ezt nem olvastam. Most már ezt is olvasom. Igen. A tipikus egyébként az, amikor valaki minden reggel felébreszti az asszonykáját. De hogy nem rögtön érted, hanem 3 órán keresztül. Tehát nem úgy, hogy csak úgy oda telefonálsz, és akkor az, hogy jó reggel, drágám, ugye? Hanem, hogy sokáig. Van ilyen eset is? Hogy 3 órán keresztül ébreszti valaki az asszonykáját? Balázs? De minden reggel csak simán föl kell tenni 5 percbe, az ciki? Az azt nem cuki dolog, hogy kelj föl-fölhívod, és nyújtok így nyújtok kis dűrbögő, kis galambocskájot, ne, egy kicsi szentem. Nem biztos, hogy feltétlenül így, igen, tehát nem biztos, hogy így, tehát, hogy nem gyógypedagógiára jár, csak szeretni. Miért, akkor miért? Ébresztő fel? Hát a kettő között azért még vannak árnyalatok. A között van egy átmenet, de mondjuk minden reggel 5 percen felkelted a 2-es metróról, az helyes. Majd egy ilyen gyűrögő húsgalambom, te, hogy enyém aztnak így rakni valók, így jön a 8-as hírek, majd meglátod, hogy ki fogja a telefonját, ki megy ki a folyosóra, és ugyanez olyan, teszem a kezem. Oké, ide lőjetek, igazatok van. A legnagyobb adásban telefonáló az a Jani? Abszolút, igen. Vége a megszólásnak, csörög a telefon, kimegy telefon, megszólás, csörög a telefon, kimegy telefon, igen. Olyan aranyosan beszélgettek, én szeretem. 2000-es évek elején volt szerencsénk egy fiatal lányhoz a vonaton, a félórás vonatút alatt kb. 5-6 hívás bonyolított, és mindenkinek jó hangosan elmesélte, hogy képzeld, piros a hajam. Sokadik után oda néztünk anyuval, és tényleg piros volt a haja, ez Bogi küldte nekünk. Hát igen. Mi ez a kopácsolás a háttérben? Kérdezi Andi. Boltban a hátam mögött álló úr beszélt a proktológusával, minden tudok az ánusz rózsájáról. Nagyon. Hú, sosem akartam. Na, egy ilyen beszélgetést nagyon szívesen végighallgatnék. Doktor úr, képzelje. Nem? Hát ha már ezt tolja melletted, hát akkor ezt már simán meghallgatom. A Kamillás ülőföldről ott a doktor, én megmondom magát őszintén, hogy azért szorosabb lett a helyzet. Szorosabb lett a helyzet? Na jó van. Oké, hát nézem még az SMS-eket, köszönjük szépen. Szóval, hogy kiderült, hogy mindenkinek van fura módon telefonáló utitársa. Elsősorban nyilván, akik tömegközlekedéssel közlekednek. Jó. Oké, ezt lezártuk. Van egy játékosunk a vonalban, vele már is Óven bácsival és Beru nénivel játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Szia! Halló, Csaba! Honnan hívsz minket, Csaba? Hát most jelenleg Óbudáról. Éppen dolgozunk már. Óbudáról? Mit csináltok? Kertet építünk. Kertépítés. Aha, ja, hát az ilyenkor még megy. Igen. Nem tavasszal csinálják az ilyesmit? Vagy ilyenkor hát, megépíted? Ez téli kert. Akkor... Ja, téli kert, de hülye vagyok tényleg. Egyedül vagy, Csaba, vagy kivel játszol? Hát több egy kollégám itt segít, nekem hallgatja fejhallgatót. Felhallgatod. Jól van. Oké, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj. Áznak. Esik az eső. Esik ott is. Esik az eső. Így van. Mutatjuk, mit énekelnek. Egy rövid részlet jön. Figyelj. La 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 la. Fogós. Segít, ahogy énekli. Igen, a, az már, hogy, uh-huh. Még egyszer meghallgathatnám? Mert nem az, hanem a hangszín. Persze, ugyanilyen érted? Rövid részlet lesz, figyelj. La, 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 la. Annyi segítséget kérhetek, hogy magyar? Igen. Hát akkor betlizek egyet, szerintem Charlie. Ez tényleg betli volt. Ez az, hallgass meg, be fog ugrani, figyelj. Nagy utazás. Azért mondom, ez a pici bácsi. Így van. Hát ez nagy utazás, presszer. Ez nem a Charlie. Hát az, mi is így mondjuk. Egyébként igen, mi is így szoktuk. Ja.
Igen, ugye így is mondhatnánk, mi nem így mondjuk, de neked ez kicsúszott. Csaba, hát ajándékcsomag nincsen. Na mindegy. Van ez így. Mindegy. Van ez így, igen. Na, miért ugat Wulfi? Nem tudom, nem bírja a kollégát, hogy mozog és dolgozik. Nem bírja a kollégát, jól van. Kicsit elkapkodtad talán, jó? Hát lehet, jó. Jól van. Na okay, mindegy, nagyon köszönöm. Köszi, ciao, ciao. Ciao. Hello. 4 perc, pontosan 8 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, Manny, Afrika! És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, Manny, Afrika! 8 óra múlt pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok. Jó reggel. Na, csak mondom egyébként, novemberben jön az új Nickelback. Nem érdekel. Ez érdekli. Ez érdekli. Ezért nem kell megvárni a novembert, hiszen Páko is megmondta már, hogy mi történik velünk. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy hogy is állunk már, ami a magyarországi közlekedési híreket illeti, mert hogy itt minden rendben, jól lehet haladni, Nászpruitban soha nincsen dugó, és tegnap végre tudtam egy kicsit vezetni. Az Üllői út Ecseri kereszteződésében újra sáveltolás van, lámpát szerelnek, mikor máskor, ami így nem működik, rendőr nincs, a sor vége kifelé már a Nagyvárad térnél tart, kitartás kintre, Attila és Eszti küldte ezt nekünk. Baleset van a harmadik kerületben a Flórián téri felüljáron Pest felé, a Szentendrei út már az Akvinkumig tolódik vissza, türelem, ezt Tomi küldte nekünk. Aztán 14. kerület Fogarasi út a centrum felé totál beállt, végig csak lépésben Puszi Panda. M3-as debreceni lehajtónál Pest felé a hídlábánál 2 rendőrautóból várják a gyorshajtókat, Szálkás küldte nekünk. És a Szentendrei út felől, az Árpád híd felé felüljáró, felé vezető felüljáró, csak nincs ott a vezetészócska. Elején 3-as koccanás, a torlódás már most alakul. Ezt Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Ezek a legfrissebb közlekedések. Gyerekek, lecseréltük a tantam dobot, mert mihez már itt nagyon hozzászoktunk, de európai füllel, magyar füllel ez kicsit szokatlan volt, úgyhogy egyelőre váltottunk, mert itt többen jelezték, hogy most vagy kiugranak az ablakon. Igen, vagy ők nem a szokatlan szót küldték el nekünk esemes formájában. Finoman kezdődött az is, de... Igen, úgyhogy közkívánatra nincs többet a tantam alázenénk, hogy ilyen szépen mondjam, ugye? Hanem a régi megszokott szó. Reméljük azért ezt is hallani valamennyire. Nagyon jó. Viszont a jövő héten új Slipknot is jön. Na? Na hát ez szuper jó lesz. Figyeljetek, nekem a egy csomó... számom sem emelkedik. Igaz? Meg igaz? Na, olyannyira nem, hogy ha életem végig egy Slipknot dalt nem szabadna meghallgatnom, valahogy túlélném. Valahogy, de, valahogy. De nehezen, de ugye? Kinkeseresen, de meg tudnám állni, hogy ne hallgassak meg egy ilyen snip-snop számot. Snippet és snappot. Figyeljetek, nekem egy csomó olyan projekten fut most jelenleg is, aminek csak akkor lesz majd eredménye, akkor lesz majd következménye, amikor majd hazamegyük. Naptáram előre szépen be van írva az összes lemez megjelenés, ami engem érdekel, egy Snippy Snappy is például, közt, illetve még egy csomó jó kis rockzenekari, többek közt, kedves hallgatóik, nagyon sokat írták már a mai nap, ugye Walking Dead 5. évada elkezdődött. Na most ebből nem megnézni egyet se, nektek se, hazamegyünk, egyben 4-5-öt letolni, chips, tortilla chips, mártogató, jalapeño paprika, szeánsz. Csak az anélkül nem? Ha, úgy nem az igazi, nem, ha nem csak így élni részenként, nem fogjuk megnézni. Leülünk, szeánsz. Egy jó kis 3-4 órás szeánsz. Együtt, vagy mi? Akár együtt. Mert ilyen romantikusan kell, hogy nézzünk együtt sorozatot. Így van, nézzünk együtt a rohadó embereket. Tele vagyok sorozatokkal. Egyébként tele vagyok sorozatokkal, de itt valahogy ki nem tudok filmet nézni, pedig nagyon sok mindent hoztam. Filmet, sorozatot, rengeteg mindenem van. Majd otthon megnézed. Már csak egy hónap, érted? Persze, így elmegy. Hát ugye másfél hónap vagy, egy hónap is otthon vagyunk. Semmi! Sicsúgy! Ne butáskodj, már elment 2 hét. Holnap vagyunk itt 2 hete. Illetve pontosabban holnap indultunk 2 hete. Hogy elment, nem? Uh-huh. Abszolút. Én nem veszem észre egyébként az időmúlását. Én látom rajtad. Nem veszem észre, tehát nem tűnik föl. Halad. Egyetlen, nagyon halad. Egyetlen dolog van, amin megszoktam ezt így tapasztalni. A fogyozóknyai. Nem más. Így van? Nem, már mindig van tiszta. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez egy, az én zokniaim köre az olyan, mint a paternoster. Tehát, hogy körbe soha. Megy. Körbe megy, soha nem fogy el. Viszont
a fokhagyma kapszuláim, ahogy fogynak ugye a levélből, úgy tűnik fel, hogy egyre több ideje vagyunk itt. Neked az a centid, a fokhagyma kapszula a te centid. Csak az fog majd egy picit összezavarni, amikor egy új bontatlant veszek majd elő, mert az előző elfogyott. Most megint. Szóval ebben méred? Igen. Fokhagyma kapszulákkal mérem. Pont annyit hoztál, amennyi napra jöttél, vagy van azért tarcsi is? Van tartalék. Aha. Tehát, hogyha bármikor úgy érzed, hogy nem elég illatos a szád, akkor nyugodtan hát csak fagyatkozz rá. Büdös? Hát az... Kérdezd meg Balást, hozzá közelebb ülök. Megőrít ezekkel a fokhagyma kapszuláival, meg mindenféle kapszuláival, mindent szed állandóan. Olyan, mint egy ilyen hormonzavaros, aki jön le a reggelihez, tudod, és ilyen 40 fajta kis, nagy, kicsi, nagy, közepes, mindig megkezdve ez B6, kapszula, fokhagyma, múltkor pont kielemeztem a kis tablettáit. Egyébként nem volt csak egy két vagy három tablettád. Semmi az egész. B-komplex, valami guana, azt vagy guarana, mit guano. Guano. Guanót mire szeded? Jó a guano. Serkentő. Serkentő. Attól aztán felébred az ebel, de 10 perccel korábban kell, hogy bekapkodjam, érted, olyan vagyok, mint a Lou Ferrigno a Pumping Ironba. Érted? Jó, mindenki szed valamit, gyerekek. Hát kell. A testalkatra nem sajnos. Jelez. Na, egy nagyon érdekes témával folytatjuk itt 8 óra után. Mi a fene? Elhúzta a mangóját. Egy nagyon érdekes témával, mert hogy a szakértők azt mondják, hogy október végére az Ebola Európára is jelentős veszélyt jelent, hiszen Afrikából már átkerült Amerikába is, és azt mondják, hogy Afrikában úgy néz ki, hogy sikerült megfékezni, most jön Amerika, és most jön Európa, ahol szintén nagy veszélyt jelent. És az ANTS azt mondja, hogy bár nem zárható ki a vírus magyarországi megjelenése, minden körülmény adott, hogy megakadályozzák az esetleges járványt. Azért ez jól hangzik, ez jó, hogy nem zárjuk ki, de ha megjelenik, akkor az is adott, hogy kizárjuk. Kösz szép. És közben a legfrissebb hírek a járványról. Nigériában október 12-én volt 42 napja az utolsó ebolás beteg diagnosztizálása, ami azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy sikerült megállítani, és ebola mentesnek minősíthetik Nigériát. Hm. Mert ez mindenképpen jó hír, nem? Aha. Igen. De hát azt tudtuk eddig, hogy nem gyógyítható. Akkor nem gyógyítható, ha megállítják, hogy nincs több fertőzés. Aha. És ebola mentes státuszt adnak az országnak, ami azt jelenti, hogy Afrikában sikerült a dolgot megoldani. Tehát mi itt jelen pillanatban nagyobb biztonságban vagyunk, mintha otthon lennénk. Tulajdonképpen azt mondják, igen, hogy most már ugye egyre több beteg bukkan fel az Amerikai Egyesült Államokban. Európában is vannak, országoktól függően ki az, aki elmondja, vagy nem mondja, kommunikálja, nem kommunikálja. Nyilván nem azt mondják, hogy egy olyan típusú járvány lesz, mint ami Afrikában volt, de hogy nagyobb az esélye annak, hogy te valahol Európában fussál össze, vagy halt, hogy ebolás beteget találtak, mint most Afrikában, ahol egyébként úgy néz ki, hogy a legtöbb országban sikerült megfékezni magát az ebola járványt. És talán kevesen tudják, de voltak, vagy hát pontosabban vannak olyan magyar orvosok, kutatók is, akik itt kint Afrikában küzdenek és küzdöttek sokáig a halálos kor ellen. Van egy magyar orvos tím, kutató tím, akik 3 héten keresztül azonosítottak külföldi afrikai vérmintákból ebolát az EU mozgó laboratóriumában. És ugye híreket, meg fotósorozatokat mi láttunk, hogy ez hogy zajlik, meg hallottuk, hogy ugye az ebolások megszöknek a kórházból. Hogy a törzs kiközösíti őket, ha valakiről megtudják, hogy ebolás. Hogy csókolgatják a halottakat. De arról, hogy hogy zajlik egy ilyen azonosítás, hogy veszik le azoktól az emberektől a vért, akiknek te meg se tudod magyarázni, hogy mi az az ebola, egyébként félnek tőled. Sőt, mi több azt gondolják, hogy te hozod róluk a rontást, erről még szerintem így kevesen beszéltek. Ez nagyon érdekes dolog. A fehér ember hozza a betegséget. Olyannyira van meg, hogy a fehér ember hozza a betegséget, viszont ha te ebolás vagy, és visszamész a te törzsedhez, vagy a te házadba, vagy lakásodba, akkor ők egész egyszerűen félve a fertőzéstől téged melbelőnek. Ilyen történeteket is lehetett hallani Afrikában, hogy azok, akik fertőzöttek, azokat a saját családtagjaik lövik le, vagy lőtték le, például Nigériában. Úgyhogy nagyon komoly teher volt ezen a magyar kutatócsoportom, mert ugye a vérmintából kellett megmondani, és ha félrediagnosztizáltak valakit, és azt mondták, hogy nem ebolás, elküldték, az is baj, de ha azt mondták, hogy ebolás, és közben nem volt baj, az is baj. Hogy zajlik ez a vizsgálat, vagy hogy zajlott ez a vizsgálat? Erről kérdezzük mindjárt azt az orvost, kutatót, aki kint volt, és ennek a mozgó laboratóriumnak az egyik vezetője volt. Ő egy fiatal kutatóorvos, szenzációsan jól beszél,
és elmondja nekünk, hogy ez az egész hogy zajlott, és miféle káosz, miféle őrület volt ott kint, főleg meg amikor hogy, ez egész kitört. Meg hogy vállalod ezt a feladatot? Azért az is milyen, nem otthon ülsz Magyarországon, vagy egy ilyen kutató laboratóriumban egy munkatárs, és azt mondják, hogy na, akkor most lehet menni ebből átnézni, márhogy a vérmintákat. Nem? Azért arra is mit mondasz, oké, megyek. Hát, ha ők ellenőrzött körülmények között találkoznak vele, akkor szerintem az kevésbé félelmetes. Mi laikusként azt gondoljuk, hogy ez baromi félelmetes. De hát ott benyúlsz három kesztyűn keresztül, így, úgy, ezt majd ő nyilván elmondja. Csak közben azt is hallod, hogy jól felszerelt emberek, orvosok, nővére kapták úgy el, hogy egyébként nem értik, hogy kapták el. Nem? Így van, például ugye a legutóbbi eset, amikor teljes védőruhában kezelt egy nővér egy beteget, és most ő is ebolás lett, kiderült. Igen, ez Dallasban volt ez a nővér. Igen. Fogalmam sincs, hogy kaphatta el, nem is teljesen értem egyébként, hogy azért, mert ő levetted a védőruhával érintkezett, hát nem az kell, hogy testnedveken, véren keresztül találkozzál te, hogy az afrikaiak csókolgatják a saját halottaikat, mert ott azért nagyobb az esélye, hogy elkap. Egy dallasi nővér egyébként hogy kapja el? És eddig ugye azt hallottuk, hogy nem terjed például, hogyha valaki tüsszent egyet, akkor ott nem leszel ebolás. Most meg az van, hogy a ruha hozzáért, aztán te levetted a védőruhát, és akkor a külső felületéhez hozzáértél, amit esetleg nem fertőtlenítettek jól, és akkor most elkaptad az ebolát, akkor igen. Hogy van ez? De milyen érdekes dolog, hogy megszól a telefon, és menni kell, nem? És egy kutatóorvos nyilván ezt várja, hát ez úgy is mondhatnánk, hogy élete lehetősége mondjuk az ebolával találkozni, diagnosztizálni, megismerni, megállapítani, vérmintákat elemezni egy mozgó laboratóriumban, ami ott azért a káosz legnagyobb közepén próbál dolgozni. Hát szakmai okok, meg humanitárius okok is biztos, hogy közrejátszanak ebben. Na mindjárt megkérdezünk mindent. Itt van velünk Kis Zoltán, az Országos Epidemiológiai Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetője. A jó egyszer. Tudtam, hogy ezzel az epidemiológiaival gondom lesz. Jó reggelt kívánunk, Zoltán! Hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello! Na, figyelj, az epidemiológiai, ez nem egy egyszerű. Hagyj, engedd el, szerintem. Ez nem egy egyszerű. Volt már olyan, hogy bemutatkozásán nem folytattad, hanem azt mondtad, inkább hagyjuk. Nem, ilyen még nem nagyon, igen. De már volt nálam is nyelvpotlás, nem egyszer. Ez egy nem egy egyszerű. Milyen fiatal vagy a hangod alapján? Hát itt egy fiatal kutató orvos, hát az ember azt gondolná, hogy azért komoly szakmai múlttal lehet kimenni itt ebolát diagnosztizálni. Hát a hangod alapján nagyon fiatalnak tűnsz. Mit jelent a fiatal? Olyan 40-hez közeli, azt hova soroljuk? Az fiatal, fiatalnak. Abszolút fiatal. Mi a Janival ketten, az fiatalnak, a Balázs pedig hasonszőrűnek. Igen, igen. Te már itthon, vagy te még mindig kint jelen pillanatban? Nem, én már itthon vagyok. Te már itthon vagy. Na. Igen. Mesélj akkor nekünk egy kicsit, hogy ez egyáltalán hogy zajlik. Ti megkapjátok a telefont, indultok, nyilván minden kutatóorvos kicsit ezt a telefont várja, tehát ez egy ilyen kettősség lehet, hogy közben ott emberek halnak meg, de hát nektek meg ez az életetek erről szól, ezért tanultátok a dolgot. Szól a telefon, menni kell? Vagy ez egy saját döntés, hogy az ember oda megy, és hát ott kezd vizsgálgatni, kutatni? Ennek azért van előzménye, tehát amikor még nem sehol nem volt ez az ebből a járvány, már akkor megalakult ez az Európai Mobil Laboratórium projekt. És ebben mi, hogy van egy ilyen biztonsági laboratóriumunk, ahol ilyen veszélyes kórokozókkal foglalkozunk, hát meg is hívtak minket, részt is vettünk tréningen, aztán vártuk, hogy mikor tör ki a baj. Ki is tört, akkor nem telefon, hanem e-mail jött, hogy akkor itt ki kell települni, és akkor várják ezen a konzorciumon belül akkor a jelentkezőket, hogy ki melyik, mikor szeretne kimenni, melyik csapatba kerüljön be. Speciál mondjuk az én esetemben úgy volt, hogy a harmadik csoportba megyek, aztán jött a vezetőtől a telefon, hogy hát mégiscsak inkább a másodikba kéne menni, mert baj van, menni kellene minél hamarabb. És akkor hol voltatok ugye, pontosan helyileg? Mi Gineában, Gekeduban. Ugye az a járványnak az egyik útpontja. És hát nem is volt olyan egyszerű oda eljutni, de azért sikerült. Már mit jelent, hogy nem volt egyszerű? Gondolom, hogy repültetek, ameddig tudtatok, és akkor ott helyi közlekedéssel, autóval gondolom én, nem? Így tudtatok eljutni? Igen, repültünk Konakrig, a fővárosig, onnantól kezdve viszont ugyan 670 kilométer, ez másfél nap kőkemény autózás. Szóval a végére az ember az, mint hogy egy sékerből jött volna ki, és teljesen koktélnak éreztem magamat. Mesélj nekünk egy kicsit! Hát azok bocsánat, ilyen. Csak hogy néz ki egy ilyen laboratórium, egy mozgó laboratórium? Milyen állapotok fogadnak ott benneteket? Mekkora káoszban kell dolgozni? Mit szólnak hozzátok a helyiek, ellenségként vagy segítőként tekintenek rátok?
A labor lehet, hogy egy külső szemlélő számára egy kicsit kaotikus, viszont nekünk azért ott minden rendezett volt. Gyakorlattak voltunk, tudtuk, hogy mit hova kell. Egy teljesen hasonló gyakorlatunk volt, még tavaly szeptemberben, ahol ugyanilyen körülményeket produkáltak kint egy erdőnek a mélyén, hogy na tessék itt a sátor, csináld meg. Tehát hát az nyilván minimalistább, mint ami itt van. De azért a biztonságra ügyeltünk, tehát ez az ilyen speciális kesztyűsboxnak nevezett eszköz azért az megvédett minket. A helyiek akkor még úgy elfogadták a segítséget, nekünk nem kellett kimenni faluba, tehát nem mentünk ki így emberekhez, mi a mintákat kaptuk, viszont utolsó nap sikerült kijutnom egy helyi piacra, ez ugye egy Afrika eldugott részébe, és hát ott vettem egy nagyon szép ilyen szövetet, és még árengedményt is kaptam azért, mert hogy itt vagyok, és segítek az ebola ellen. Szóval akkor ott úgy hozzánk jól álltak. De voltak olyan részek, azt lehetett hallani, igen, hogy ellenségként tekintenek, igen. Látok, hogy félnek a fehér orvosoktól, sőt, több azt gondolják sokan, hogy ők, vagy hát tulajdonképpen mi terjesztjük a kort, ez igaz? Igen, azért voltak ilyen falu is, nem egy sajnos, járványügyes kollégákat például, akivel én egy ilyen falu látogatáson kint voltam, előtte való nap őket meg is támadták, tehát macsétével megkergették őket, beugráltak a kocsiba és elhajtottak a faluból. Voltak ilyen faluk is, de volt olyan is, ahol tényleg jól álltak hozzájuk. Hát emberek és emberek közt is különbség van, de az tény és való, hogy ott még ebbe a faluba, ahol én voltam, ahol teljesen úgymond segítőkésznek tűntek, ott is azért mondta az ilyen helyi segítőnk, hogy hát bizony-bizony ők is meg vannak győződve róla, hogy itt a fehér ember hozza ide az ebolát, meg megölik a betegeket, meg szóval ezek a tévhitek, ezek nagyon sokat rontanak a járványnak a felszámolásán. Hát olyanokat lehetett hallani, igen, hogy ez csak egy kórházban egy 30-40 ebolás elindult, hogy ők megszöknek a kórházból, nem akarják magukat kezeltetni. Tehát a teljesen más nyilván a felfogás, máshogy tekintenek a fehér emberre, félnek tőle, ellenségképet látnak benne, tehát egészen máshogy kezelik, mint ahogy egy európai gondolkodna mondjuk egy segítőkézről, vagy az orvosokról. Igen, abszolút más. Talán most már egy kicsit kezd javulni a helyzet. Tehát sokszáig az volt, hogy nem hitték el, hogy nincs is ebola, mert ugye a malária az sokkal több halálos áldozatot szed azért évről évre ott, és hozzá voltak szokva. Most ide jön egy ugyanolyan betegség, amit nekik ugyanúgy tűnik, hogy ugyanaz, mint a malária, és nem értik, hogy miért van az, hogy maláriából azért általában felépülnek, itt meg elviszik őket, és meghalnak. Tehát ez így. Hogy látjátok egyébként, hogy szakemberek hogy látják, hogy ennek, illetve egyéb járványok elterjedésében mekkora szerepe van a helyi tradícióknak, a vallásoknak, a babonának, stb.? Biztos, hogy nagyon nagy szerepe van, sőt, ott egyrészt ugye ezek például a temetési szertartás, az elején nekünk nagyon sok olyan betegünk volt, akinek rá volt írva a papírjára, hogy temetési szertartáson vett részt, akkor az egészségügyi állapot, hát az leírhatatlan. Tehát én amikor egy egészségházat meglátogattam, bűz volt, piszok volt, tűz szétszórva, infúzió az ablakba, hát tényleg szabályosan rosszul lettem. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket itt Európában egyszerűen elképzelhetetlen. És ezek mind olyanok, hogy segíti a járvány terjedését. Ott például csatorna, folyóvíz, kézmosás, hát kérem szépen, hát ott ezek nem egy mindennapos dolgok. Nincs szappan rendesen. Hipóról már nem is beszélve. Az igaz például, azt is olvastuk, vagy azt is hallottuk, hogy azok, akik meggyógyulnak és vissza akarnak térni a családjukhoz, őket kiközösítik, vagy őket lelövik, vagy nem engedik vissza a családba, mert félnek tőlük, ez igaz? Igen, abszolút, ez így van. Volt olyan falu, amelyik örült, és szívesen fogadta vissza, de nagyon sok olyan eset volt, hogy bizony-bizony megüzenték neki, hogyha hazamegy, akkor meg fogják ölni. Tehát sajnos ilyen esetünk is volt. És hát ő haza se akart menni, ott akart maradni az ebolás sátorba, mert ő túlélte, de hazamegy, akkor mit kezdjen magával. Szóval mitől függ ez a túlélés, vagy nem túlélés? Ez olyan érdekes. Hát a vírus vagy halálos, vagy nem halálos. Tehát ez mitől függ? Az ember immunrendszerétől, vagy hogy melyik mutálódott vírust kapja el? Mert sokszor azt hallani, hogy felgyógyul, vagy ilyen híreket is hallani, aztán azt mondják, hogy azért nem igazán lehet felgyógyulni, a legtöbb ember ebbe belehal. Ez mitől függ? Jelenleg azért még főleg a immunrendszerünktől. Tehát ha valakinek jó immunrendszere van, jó állapotban van, akkor könnyebben túléli.
ha nincs jó állapotban, akkor meg esetleg van neki valami más is mellette, például volt olyanunk, aki ebolás volt és maláriás. Hát ez így egy halálos kombináció. Tehát ezt mondjuk, ahogy ott mondták, nem illik túlélni. Tehát ezek ilyenek. De az eseteknek körülbelül a 40%-a azért felépül. 30-40%-a azért túléli. Hosszú ideig tart a gyógyulás, de túléli. Hogy utána védett lesz, és mondjuk évek múlván elkaphatja az ebolát, na ezt még nem tudjuk. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, hát majd most majd kiderül. Amikor az ember azt hallja, hogy egy ápolónő lett ebolás, aki nem érintkezett beteggel, csak a ruhával, az hogy kell elképzelni, hiszen közben azt halljuk, hogy ez például a testnedvekkel terjed? Ez általában azért ápolónők már nagyon beteg emberekhez mennek, tehát őnek itt hány hasmenése van, olyankor ott borzasztó mennyiségű vírus ürül. És ugye, ha olyan 10-11-en vírus ürül, mondjuk a székletbe vagy a vizeletben milliliterenként, és elég belőle 10 darab, hogy megfertőződjön, és ő egy ilyen trutyiban dolgozik, hiába jó a védőöltözet, hogyha a legkisebb hibát nem fertőtlenítik, vagy tényleg elég egy rossz mozdulat, akkor ebből baj lehet. Tehát nagyon könnyen össze tudja magát fertőzni. Ez megint más, mint akinek mondjuk egy napja vannak tünetei, abból még a vírussal nagyon tudjuk kimutatni, abban még olyan kevés van. Aztán ahogy egyre rosszabb állapotba kerül belőle, egyre inkább több. Tehát nő az esélye, hogyha baj van, akkor megfertőződik. Itt a spanyol, meg a amerikai eset is még kivizsgálás alatt van, de az, hogy ezeknek a rendszabályoknak mi úgy hívjuk, hogy infekció kontroll, tehát hogy megakadályozzuk a megfertőződésünket egészségügyi dolgozóként, ezeknek a szabályoknak a betartása az alapvető fontosságú. Az ebolánál meg végképp. A ti munkátoknak része volt az is, hogy valamiféle ellenszérumot próbáljatok meg kifejleszteni, vagy a védekezést próbáljatok elősegíteni, vagy csak az volt itt a munkátok, hogy kiderítsétek, hogy ki az, aki fertőzött, és ki az, aki nem? Akkor ott a területen leginkább ez érdekelte őket, de ez mondjuk azért elég fontos volt, mert ha bejött valaki, mondjuk fejfájás, hányás, hasmenés, ami lehetett egy malária, és mondjuk azt, ha nem tudjuk kidiagnosztizálni, és beteszik az ebolások közé, akkor biztos, hogy meg fogja kapni az ebolát. Tehát az orvosokat leginkább ez érdekelte, de voltak azért egyéb munkánk, voltak ilyen kísérleteink, hogy ilyen gyors tesztet, tehát ne kelljen 3-4 órát várni, meg sokszor nem is lehet tőlük vért venni, mert nem engedi. Kimegy a terület, és nem engedi vért venni, de azt, hogy megszúrják az ujját, azt igen. Egy gyors tesztnél meg ez elég, lehet, hogy esetleg megtudják. Tehát voltak ilyen kutatások, akkor ugye a minták visszaletek Európába küldve, és itt megfelelő körülmények között, itt már egy sokkal nagyobb szabású, sokkal komolyabb kísérleteket lehet végrehajtani és megcsinálni, hogy hát kiderítsük, hogy mégis mi merre mennyi. Egyébként, amikor te belenézel a mikroszkóba, akkor magát az ebola vírust, amikor hogy önmagában egyedül látod, te szépnek tartod? Vagy egy csodás dolog ugyanakkor, nem? Emberi fejjel, vagy kutató fejjel azért egy ilyenben belenézni, rápillantani. Tehát van ebben egy kettősség, gondolom én, nem? Igen, annyi különbség, hogy ehhez egy elektromikroszkóp kell, hogy belenézzünk, szóval mi soha nem láttuk, mert hogy annyira picik, hogy ezt így mikroszkópban nem lehet látni. Persze láttunk már ilyen elektromikroszkópos képet. Tény és való, hogy tényleg egy szép vírus, tehát ha csak úgy a formáját nézzük, hogy aztán miket tud okozni, az pedig, hát az már nem olyan szép. Téged mennyi ideig figyelnek ilyenkor, amikor visszajössz? Tehát akkor heteken keresztül téged is elkülönítenek, vagy ha azonnal tüneted van, akkor szólnod kell, hogy most értél vissza, van valami tünet? Nem kellett elkülöníteni. Viszont természetesen, amint valamilyen tünetem van, tehát fejfájás vagy hőemelkedés, akkor rögtön jelentkeztem volna a főnökeimnél, és a Szent László kórházba be is tesznek akkor az izolációs helyiségbe, és hát megvárják, hogy most csak egy egyszerű náthát kaptam el, vagy nem. Tehát barátaimat szólt, hogy nem látogatta meg az első 3 hétbe, mert beteg náthás volt a kislánya. Most, ha én elkapom tőle a náthát, fejfájás, kis hőemelkedés, akkor engem rögtön ebola és karanténba tesznek. Aztán csak egy náthám van. Tehát mondjuk ez így. Ilyenkor nem lenne célszerű rögtön laikusként kérdezem ezt nyilván egy vérvételre elmenni? Megelőzve azt, hogy adott esetben... Igen, természetesen lehetne, viszont tudni kell, hogy a vírus, azt ha megjelennek a tünetek, akkor a 3. napig az nem
nem mindig mutatható ki. És ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, mert volt olyan eset a területen, hogy két napja volt tünete, levették a vért, negatív lett, hazaküldték, és közben ebolás volt, csak a vérben a harmadik nap jelent meg. Hazafele út másfél nap, és a kocsiban mindenkit megfertőződött a harmadik napon. Tehát fontos, hogyha levesszük és pozitív, akkor nincs mit csinálni, ha még nincsen három napja tünet, akkor a harmadik napon újra le kell venni a vért, és hogyha az is negatív, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, biztos, hogy nem ebolás, valami más baja van. Kemény. Az oroszok most bedurrantották, hogy néhány napon vagy héten belül meg lesz az ellenszérum. Szerinted lehet alapja ennek a hírnek, vagy egy pici kamu azért van benne? Hát azért ebben van egy kis kamu. Hát itt inkább arról lehet szó, hogy már azért folynak ilyen kutatások vakcinákra, meg ilyen gyógyszerekre, és területen elkezdik kipróbálni őket. De az, hogy ez most egy olyan ellenszérum legyen, hogy mit tudom én akkor, mintha ott bemennénk a helyi patikába és meg tudjuk venni, azért az még odébb lesz. De kísérleti fázisban most ezeket nagyon felgyorsították. Hát most már ugye körmünk régett a probléma, tehát itt tényleg különleges engedélyekkel nagyon gyorsan mennek ezek a dolgok. Vannak területen kipróbálások, az tény és való, de azért az nem két perc lesz, még abból valami eredményt látunk. Hogy van az, hogy egyszer csak felbukkan, majd eltűnik, majd újra felbukkan? Ezt sose tudtam megérteni, hogy évekig csönd van, hosszú évtizedekig, aztán lokalizálják, berobban, aztán megint eltűnik, lappang egy ideig, nem hallunk róla, aztán megint felbukkan. Ennek mi az oka? Ennek az az oka, hogy ez a vírus az állatokról kerül át hozzánk. Most valószínű, hogy ugye fertőzött csimpánzról, vagy bozótantilop, vagy ilyen jószágról, amikor ott ugye afrikaiak, ott nincs hús, ott, ami mozog, azt levadásszák és megeszik. Tehát én is láttam majmot kikötve, mire azt mondták, hogy hát az valószínű, majd egy héten belül megeszik. A majom, meg a bozótantilop úgy kaphatja, hogy ez alapvetően úgy tűnik, hogy a denevérekben van benne. Őket nem fogja megölni, ők rendesen hordozzák, tehát semmi bajuk nem lesz, és akkor hát ő megfertőzi a csimpánzt meg az embert, vagy az ember levadásza a denevért, és akkor így kapja meg. És akkor hát ugye, amikor sikerül megfertőződni, tehát azért ebből a járványok, nem került annyira a médiába, de jelenleg van még egy ebből a járvány Kongóban. Csak az sokkal kisebb, lokalizált, ott nincs ilyen probléma. De ott is valószínű ez lehetett a gond, hogy hát egy fertőzött állatot ettek. Mindig így indul az ebola, és utána már emberről emberre terjed. Ilyenkor például a szempont az, hogy mondjuk a denevérek miért nem pusztulnak el? Tehát őket megvizsgálják, és megpróbálják kideríteni, hogy ők miért rendelkeznek olyan immunrendszerrel, ami megvédi őket a fertőzéstől, és mi emberek velük ellentétben miért halunk bele? Igen, folynak ilyen kutatások. Én kint találkoztam is egy ilyen kutatócsoporttal, akik épp az erdőben mászkáltak ki minden nap, gyűjtötték a denevér mintákat, a denevéreket, aztán vitték haza Németországba, és megvizsgálták őket, hogy most mi az oka az, hogy ez ebola az ők rájuk ártalmatlan, ránk nézve meg komoly problémát okoz. Olyat viszont a denevérek nem hullanak el, de olyat már láttak, hogy a majmok elkezdtek elhullani ebolában. Nem fertőzték meg az embereket, mert idejébb észrevették, de ilyen volt, hogy hopsz, egy majom populációba elkezdtek elhullani ilyen ebola-szerű tünetekbe. És akkor tudták, hogy abban a majom közösségbe becsapott az ebola. Az ebola vírus az egy olyan típusú vírus, ami adott esetben mutálódhat? Igen, ő azért hajlamos a mutációra. Neki olyan az örökítő anyaga, hogy ugye a miénk, hogyha valami hiba van, akkor van egy egész enzim rendszerünk, hogy kijavítsa. Na neki semmilyen nincsen. És ráadásul többet is hibázik. És akkor hát ugye így, ahogy egyre több és több a fertőzet, egyre több és több mutáció jelenik meg, ami módosíthatja a vírust. Például régen ugye azt hittük, hogy az ebola az vérzésekkel jár. A mostani járványra meg nagyon nem jellemző a vérzés. Tehát hány hasmenése van, és meghal. Régen ugye azért hány hasmenés, és elkezd vérezni. Hát ez most nem figyel. Ez biztos, hogy valószínű, hogy ezeknek a mutációknak például ehhez köze lehet. De hogy pontosan mi, melyik mutáció mit okoz, azt még csak most fogjuk majd kideríteni. Ijesztő. Érdekesen hangzik ezért ez. De világméretű járvány nyilván nem lehet belőle, nem? Tehát azt hallja az ember, hogy a fejlett országokban azért ez sokkal könnyebben megfékezhető, mások a temetkezési szokások, jobb a higiénia, tehát mintha ettől bármelyikünk is tartana, egyáltalán nem ezért kérdezem, csak nyilván van egy-két hallgató, akiben ez felmerül. Hogy mondjuk Amerikában hallunk ilyet, de azért ettől nagy világméretű járvány nem lesz, nem? Nem. Tehát ezek tényleg fontosak, a higiénia. Kint a területen az gond volt, hogy aki beteg, és keressük, hogy kikkel került kapcsolatba.
és egyszerűen nem lehetett őket fellelni, akkor probléma az, hogy egyszer bejött a minta ilyen néven, két napúval kaptunk tőle újra mintát teljesen más néven. És akkor eltartott egy darabig, még összepár. Na most itthon azért nem valószínű, hogy most én leadom a nevemet, hogy Kis Zoltán, és utána két nap múlva meg úgy küldik az én véremet, hogy Nagy Károly. Tehát Afrikában ez egy teljesen mindennapos dolog volt. Meg lehet találni az embereket. Afrikában volt, hogy kimentek, azt eltűnt az a fél falu, elbújtak a dzsungelbe. Tehát itt megint, akkor lesz neked járványügy, hát nem lehetett őket karanténba tenni. Itthon ugye azért ezek nehezebben fordulnak elő. Mert hát ugye az életkörülmények is teljesen mások. Ezek nagyon fontosak. Összesen lehet azt, hogy most, hogy mi itt vagyunk, azért egy ideje Afrikában látjuk, hogy teljesen más a gondolkodás, a mentalitás, és óriási a kontraszt, és tényleg hihetetlenül más világ európai fejjel egyébként. Legközelebb hova mész, Zoltán? Mi a következő? Vissza Afrikába, vagy esetleg máshova? Hát egyelőre még lehet, hogy vissza Afrikába. A kolléganőm is, ő is kint volt augusztusban, ő is gondolkozik hasonlóan. Meglátjuk, hogy mikor, hova. Most de nagyon vársz egy Bali-szigetekre szóló meghívót, vagy Hawaii-ra. Igen, hát ha ott is. Hát ha valami igen, van. Felbukkan valami. Nagyon érdekes ezt hallani, hát az ember erre nem lát rá, nyilván, hogy dolgoztok, nyilván nagyon értékes és fontos az, amit csináltok, de hát ez egy más világ, és nem tudjuk, hogy ez hogy zajlik, ezért érdekes ez a beszélgetés, hogy néhány ember egyébként a saját életét is nyilván idézőlesen, de azért kockára téve küzd azért, hogy közben az egész világnak egy kicsit jobb, vagy könnyebb legyen. Zoltán, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy beszéltünk dr. Kis Zoltánnal. Beszélgettünk a Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetőjével. Azt a fura idegen szót kérdeztem. Azt a kerestük. Nem. Érdekes világ ez, nem? Micsoda kettősség. Hogy ők félnek és belehalnak. Te várod, hogy felbukkanjon és mehessél. Mert te meg erre tetted föl közben az életedet. Nem? Hogy kutass és hogy segítsen. Igen. Érdekes beszélgetés volt. 3:49 lesz pontosan a 4 perc múlva. SMS-ben lehet 3-as ugrásra jelentkezni. Mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Ezt a kettőt tudjuk használni. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Hát az még azért nincs. 9 óra. Szép fotball. Időugrás, ezt úgy hívják. Megcsináltad. Ugratunk, igen. Mondjuk azt, hogy nálunk már annyi. Igen. Mi állítottunk most időt. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani küldte nekünk. Aztán trafia 22. kerületben a Nagytétényi és a Jókai sarkán. Üzeni Csabi, ott is mindenki figyeljen. M3-as 141-es kilométer Nyíregyháza felé szintén trafiznak, valamint az Erzsébet királyné útja teljesen be van állva a Nagy Lajos király útja felé, ezt Perec küldte nekünk. Van még egy M0-as 16-os kilométer Szeged felé a belső sávban leszakadt gumiabroncs, nagyon veszélyes Mr. Flame üzente nekünk, és az M7-es 146-os kilométerénél Nagykanizsa felé szintén trafipaxoznak, jó utat mindenkinek, Expo Tomi küldte nekünk, mi pedig már is 3-as ugrást játszunk valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Akkor fuss neki! Gyuri, jó reggelt kívánunk, hello! Hello, sziasztok! Hello, honnan hívsz minket? Éppen Tatabányáról. Ó, hát az a szép Tatabánya. Milyen idő van? Napsütéses, borongós, esős, mi van most Magyarországon? Hát, terült ég, napsütés, 17 fok, enyhe szél. Na, menő. Jó, október vége. Az jó. Ez egy igen. Mi van most? Eleje. Közepe. Közepe. Ugye, hogy összefolynak a napok a hónapok? Fogalmam, mit csanyarika van. Nincs külvilági impulzus. Én folyamatosan nem tudom, milyen nap van, mert hogy mindegyik nap tök egyforma. Az ember teljesen elveszti az időérzékét, mindent. Mivel foglalkozol, Gyuri, mit csinálsz? Építési projekteket vezetek. Építőipari kivitelező vagy, ez azt jelenti? Hát igen, igen. Hogy beletrafáltam. Milyenek a kérdések, Jani? Hát figyeljetek, szerintem egyáltalán nem. Oda pirítottál? Egyáltalán nem. Ez igen, mindjárt kész is vagyok velük. Na, azt mondja, hogy igen, ezt figyeljétek, Ctrl-C, Ctrl-V. Minden fordítod oda a monitorodat. Igen, meg is van, ezt figyeljétek, már csak egy méretet kell rajta beállítanom. Ez most hogy jön ide? És már... ezt én értem, de ez most hogy jön ide? Na, figyelj ide, indulunk, jó? Mehetünk? Van segítséged?
Nincs, egyedül vagyok most, kocsiban. Egyedül van. Jó. Nem, látom a kérdéseket, szerintem nem olyan nehéz. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Milyen színekből áll Ausztria nemzeti lobogója? Piros és fehér. Így van. Hogy ez annyira ott vagy. Ez ennyi volt, így van, piros és fehér. Képzeld el, ha még ketten lennél. Hát igen. Akkor milyen jól mennem. Oké, menjünk tovább, vagy esetleg elviszed a nyakbalkasztod? Nem, menjünk tovább, igen. Menjünk tovább. Dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Melyik városban található az iszlám világ legszentebb helye, a Kába szentély? Hűha. Ettől a kérdést kérhetem? Igen, hogy ez melyik városban van maga az iszlám világ legszentebb helye, a Kába szentély? Hú. Hát megmondom őszintén, ezekből a vallási kérdésekben nem vagyok. Úgyhogy... Hát le is járt az idő. Ez Mekka. Megkábultál. Mekka. Megkábultam, így van. Meg, pedig ez nem volt annyira nehéz egyébként. Igen, egy hosszú zarándokút vezet oda, és aztán szépen hát azt körbejárják. Megdobálják. Lehet látni egyébként, igen. Sokszor. Mit? Sajnálom. Dobálni nem dobálnak semmit. Nem dobálnak? A csikkeket el, vagy az almacsukkát. Hát ők nem dobálnak. Rendes emberek. Ha ott valaki eldob valamit, akkor nagyon az már nem jut ki. Bármi, és gondoltál, Feri, ez nem az. Senki nem dobál semmit. Nem. Igen. Na jól van, oké, hát ez nem ment, pedig azt hittem, hogy ez menni fog, nem tűnt annyira nehéznek, Gyuri. Legközelebb, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Jó, köszi. Ciao, köszi a játékot. Szép napot. Ez volt a Sugrács a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem, ne okold magad. Ne, azt nézem, simogatják, nem ugyanaz. Megdobálják, vagy simogatják, hát most... Bedobtál megdobálják valami. Azt, aki nem hisz benne. Na. Így akartam mondani a mondatot. Igen, megsimogatják, hozzáérnek, igen. 5 perc, pontosan 9 óra. Kedd van, ez pedig azt jelenti, hogy szerintem a mi Tibing már meg is érkezett a budapesti stúdióban. Kapcsoljuk Skype-on, sőt, mi több streamelünk is. Valamire készül, amit mi egyelőre nem tudunk. Ha valaki szeretné látni, hogy mire készül, az Facebookon keresse meg a Ustream linkünket, mert hogy élőben közvetítjük Tibit, aki valami olyat csinál most, amit nekünk közvetítenünk kért, legalábbis erre kérte, hogy legyen egy Ustreamünk, úgyhogy a Facebookon ott van a Ustream link. Nagyon bízunk Tibiben, de azért Anna ír meg, hogy szerinted is vicces, amire készül. Igen, azért jó lenne tudni, hogy mire készül. Szóval lehet minket néhány röpke percig streamen követni, jó? Ott látjátok Tibit is, a Skype kapcsolatot is, és a festői dzsungel stúdiót. Ma nincs olyan jó idő, kicsi nincs. Borult az ég, de egyébként szép fények szoktak lenni a stúdióban. Egy rohadt nagy pálma van előttünk. Nem, ez a gyula. Nem a gyula teste most. Ja, ez a hatalmas, kemény, henger alakú test, ez nem egy pálma törzse, ez a gyuláj. Kicsit elnéztem. 4 perc, szóval 9 óra, a Facebookon ott van a Ustream link, ott keresetek ránk, mi pedig jövünk a hírek után, Kassa Tibivel. Balázs, Feri, Johnny, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, ha meló van vagy csak pirítod a hasad, valami terrász magán szúz, lehetsz már korán vagy egy hián húz, tudod hol a helyed, ha robban két szó. Johnny, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt, pontosan 10 perce, jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani! Hello! 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 Jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk valóban Dél-Afrikában, 9000 kilométerre Magyarországtól, viszont élőben egyenesen veletek. Olyannyira, hogy a streamen is ott vagyunk. Jó streamen, mert hogy tényleg készült valamivel, ezt még nem tudjuk. Jani felvette a legszebb keki kis puloverét, mindenki kiöltözött, és a Facebook oldalunkon lehet a Ustream linket tulajdonképpen szeretni, hogy így mondjam, és kicsit láthatjátok, hogy hol dolgozunk, Zsüla, mi operatőrünk jelen pillanatban, Tibi háttérben, Skype kapcsolaton mutatjuk a dzsungel stúdiót, mert hogy ott vannak a pálmafák, itt ez vagyok én. Dzsungelt adjál nekik, Zsül, dzsungelt adj.
Sétál. Zsül, mint egy ilyen kezdő nagymama home videós karácsonykor, mind össze-vissza kapkodja a képet, jön, megy, mindenkire ráfordul, nagyon jó, nagyon jó. Most vagyunk jelen pillanatban a Ustreamünkön, ezt látjuk, így ezt van. Látjuk az erkéről. Majmot és mambát mutass nekik. Van. És dzsungelt, és told le a gatyád. Úgyhogy ha valaki nem tudja elképzelni, hol ülünk, vagy milyen körülmények között ülünk, az most gyorsan Facebookra menjen, Ustreamen gyorsan keresse meg a linket, mert hogy élőben vagyunk most. Képileg, hangilag, mindenhogy. A stúdióból. János éppen megcsókolja a mobiltelefont. Jó? Na, gyorsan közlekedünk egy picit, Budapest, nem, csak a kupit nem mutasd, ami előttem van, jó? A félig megevett minyont, az előttem lévőt mutathatod. Te rohadt stréber. Nézd meg itt szépen letéve mindent. Az elharapott banánt, a félig megivott kávémat, tehát ezt ne nagyon, mert tényleg szörnye, hogy itt kinéz minden. Budapest Margit szigeten 18 fok, gyönyörű napsütés, felhő egy szál se, alsó rakpart kicsit akadozik, a víz 5 fokos, csillagszem küldte ezt nekünk. Minden rendben van, az, hogy a víz 5 fokos onnan tudja, azt nem tudom, lehet, hogy belement. Hódmezővásárhelyen mérik a Békés Csaba felől érkezőket, de a városból kilépő forgalmat is mérik ugyanazon a helyen, ezt Peti küldte. M0-ás Dunakeszi kijáró Esztergom felé trafipax üzeni nekünk. Pál, köszönjük szépen, M3-as 32-es Nyíregyháza felé szintén trafi, és a Nagytétényi Jókai sarok trafi. Gyerekek, folytatódik a hadművelet, kivonult az ORFK, BRFK, mindenki trafizik. Van még 2,5 hónap az évből, költségvetés. Igen, meg kell egy kicsit foltozni a költségvetés. Na, ezt a Mekkát tegyük helyre, mert nagyon sok kérdés jön, illetve pontosabban válasz, dobálnak, nem dobálnak, mi volt a kérdés, hogy volt a kérdés, mi hibáztunk. Egyrészt mi nem hibáztunk, mert hogy nem tudta a jó választ. Tehát ugye? Nem országot kérdeztél. Azt nem országot kérdeztél, melyik városban van a Kába kő. Így van. Ez volt a kérdés, de egyébként a hallgatónk, a játékosunk meg semmilyen választ nem adott, se országot nem adott, se várost nem adott. A város semmit. Pedig Mekka. A másik rendbeteendő kérdés, pedig ugye én voltam olyan okos, és bedobtam ezt a dobálást. Valami rémlet valahonnan. Valahonnan. Egyébként pont ide illett. Igen, mert hogy gyakorlatilag ugye az arándoklat alatt még ugyanezekben a napokban el kell menni a Kábakőtől néhány kilométer, és ott van a sátán oszlopa, amit 7 darab kővel kell megdobni. Ezt kevertem én nagyon bután össze a Kábakő körbesétálásával. Figyelj, tehát van dobálás. Jó, van ez. Nem ott, nem akkor, és nem ők csinálják. És nem de van. Igen, de van, igen. Dobálnak. De dobálnak. Igen, na, helyre tettünk minden, jó? Úgyhogy Tibivel folytatjuk, mert hogy kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Wow! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! De most egy fogyat. Tibi! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi, ba-ba-ba-ba. Hello Tibi, jó reggelt, hello. Esküszöm, hogy olyan élmény benneteket ilyenkor mindig látni, hogy tehát ilyenkor jövök rá, hogy tényleg a távolság a kis tüzeket eloltja, de a nagyokat fellobbantja. Tehát, hogy meglátlak benneteket, és konkrétan ilyen őrült noszt, igen, hogy feszítesz most, Balázs. Mi is így vagyunk ezzel, Tibi. Megdöglünk a füsttől. Ha érted, miért? Nem oltotta el. Streamen egyébként ott vagyunk, hát nem mondom, hogy a leggyorsabb, mert azért van egy kis távolság, egy 7-8 ezer kilométer, de pillanatképek, helyzetek, hangulatok azért elkaphatók a Ustreamen is, úgyhogy ott vagyunk. De hogy olyat éreztetek már a távolság miatt, hogy mondjuk meglátsz rólam mondjuk egy képet a Facebookon, vagy valami ilyesmi, és akkor mint Liv Tyler az Armageddon nagy jelenetében, hogy elkezded így tapintani a monitort, és elkezded ölelni a laptopodat, hogy Tibi bárcsak itt volnál. Én már meg is puszíltam a laptopot, ahogy rámentem az oldaladra. Hát mondom, ez a gyerek, ez hiányzik nekünk, gyerekek, keddenként. De jó hazudsz, Feri. Jó van, de legalább próbáltam. De nagyon hiányzol egyébként. Hihetetlenül jó lenne, ha itt lennél. Nagyon sok minden történik velünk, semmi. Bár úgy gondolják, hogy igen, sok minden, de nem. Tegnap voltam egy másik étteremben, ahol nem tudtunk enni, mert bezárt. Ez volt az utóbbi hét legnagyobb sztoria.
Igen, igen, elképzeltük azt, hogy majd együtt szépen leülünk nyugiba, megeszünk egy jó kis vékony tésztás pizzát, igen, eszünk hozzá egy tiramisút, ne adj Isten, egy mit tudom én, valami jobb kis olasz desszertet, aztán kiderült, hogy sajnos ezek az éttermek már bezárnak 9 órakor. Igen, úgyhogy zajlik itt is az élet. Mi újság otthon, mondj valamit, hát, mit ettél, mi van a Hungárián, mi van otthon, mi van a híradóban. A Hungáriát kihagyhatod. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Figyeljetek, itthon megmondom őszintén, hogy nagyon jó. Tehát, hogy amióta elmentetek, tehát hihetetlen fellendülésben van minden, virágzik a gazdasága, az életszínvonal fellendült, az emberek mosolyognak az utcákon, karnevári hangulat van, a nők félmeztelen mászkálnak az utcákra. Nagyon, nagyon jó lett. Itthon nagyon jó. De tényleg. Megkértetek? Akkor sokat változott, igen. Nagyon. Figyeljetek, olyan hely lett, most komolyan mondom, tehát, hogy most általában van egy ilyen pálmafa betelepítési program is, ami a közérzeti javítás miatt van. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó hely lett az ország. Amit mondani akartam, hogy megkértél Balázs, meg Jani, hogy ürítsem a postaládátokat. Ugye, mert megkaptam az üzenetet, hogy kértétek. Így van, igen, nagyon köszönöm, hogy ezt megcsináltad, így van. Kiugrottam hozzátok, annyi nagyon-nagyon fontos, hogy Jani előtt tényleg le a kalappal. Tehát, hogy én megmondom őszintén, tehát, hogy ilyen távolságból is foglalkozik a letűnt civilizációkkal, és hogy mert most érkezett meg egyébként a 10 részes Maya Gold DVD. Tehát, hogy tényleg innen is a majákkal, a távolból, tehát egyszerűen ez a férfi falja a tudást. Döbbenet egyébként, igen. És nem tudod, hogy milyen gyűjteményt hozott ki magával. Bizony. Igen. És nem tudod, hogy mennyire naprakész vagyok ebből a témában. Mindig ráfrissít. Tehát, hogy a maja civilizációnak ilyen szinten vagy szerelmes, hogy egy 10 részes Best of DVD-t megrendeltél le a kalappal, abból is az aranyválogatás. Tehát, hogy uh-huh, csodálatos. Így van. Viszont jött most egy... a csizalatlan gyémántok, a diamondok, azok, amik leginkább felkeltették az érdeklődés. Viszont jött egy másik levél, ez valamilyen fajta ilyen végrehajtós dolog volt, a Terész körúti Pipsóból üzentek, hogy a kukucsioktól nem szabad elvinni a kis széket. Tehát az csak ott szabad rá felállni, nem szabad hazavinni. Nem tudom, megszólaltok, azért várok ilyenkor egy picikét. Nem. Balázs, hozzátok is. Örülök, hogy végre nem kell beszélnem. Tudod, ez a KED 9-től ez te vagy. Hátradőlünk, pihenünk, hallgatunk. Jó, Balázs, hozzátok is beugrottam, jó, mert itt kérted, ott is ürítettem a postaládát, és mondani akartam, hogy hihetetlen mennyit nőtt a kis elefánt a hátsó kertben, mióta nem láttam. Nagyon cuki. Tehát, hogy... De vannak zsiráfok is, azokkal óvatosan bánjál, jó? Ezt nagyon óvatosan, a zsiráfokkal és a kudukkal. A zsiráfok cukik voltak, az emeleti lakály azt kérdezte, hogy hol találja a kerti tavi belugák száraz tápját, mert azt nem találja. Tehát, hogy... Jó, és annyi, hogy mivel nem akartam rossz fejlenni, mivel láttam, hogy egy picikét kezd matulni a helikopter a leszállón, elvittem lemosatni, jó? Tehát, hogy csak... Köszönöm, hogy ezeket megtetted. Minden rendben, a házzal rendben van? Nincs csötörés? Semmi? Nem, minden oké? Okay? Csötörés nincs, annyi, hogy úgy látom, hogy valaki lefűrészelte a gyémánt Bentley-ről az aranykormányt, hogy majd ott arra majd figyeljél, hogy... Vigyék. Van másik a garázsban, csak föl kell pattintani. Ad, vigyék, igen. Na jó, van, mivel készültél? Megmondom őszintén, hogy készültem is sok mindennel, de nem én lennék, ha nem lenne, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Imádom, hogy Ferit paráztatjátok ezzel a hazauttal is, hogy megy a nyomasztása azzal, hogy majd ráklditek. Hát nem, az a baj, tudod, hogy ott már ezt komolyan vették, tehát, hogy engem úgy fognak várni, hogy gyere ki, légy szes, és ments ki. Ha esetleg nem mondtam volna, szombaton érkezik egy járat Kairóból mindenféle fekete szállítmánnyal, és ellopott, levadászott, feketén megvásárolt afrikai műkincsekkel kairói járat, tisztelt Váb és pénzügyi őrség, szombaton. Köszi. De lényeg az, hogy nem is annyira az én csörömet bökte, de Viki felhívta a figyelmemet még valamire, amivel tudjuk paráztatni a Ferit, mert van egy biztonsági rés még a légi közlekedésben, amit muszáj, hogy kibeszéljünk, remélem, hogy nem mi omlasztjuk most össze a teljes biztonsági struktúráját a légi közlekedésnek, de hogy
hogy ugye mikor megérkezel és felszállsz, én mindig is egy picit ilyen alibinek meg túlzónak éreztem ezt az átvilágítási rendszert, ugye, tehát hogy megérkezel, a bakancsolat le kell venni, mert nyilván abban van a detonátor, le kell venni a szemüveget, mert nyilván abban van a C4-es, hogyha nálad van egy deci dezodor, akkor az nyilván atombomba vagy plutónium akar lenni, tehát ugye végigmész egy ilyen brutális, ilyen esetenként megalázó ilyen procedúrán, amivel végigmész, ugye? Így van, igen. Igen. Eddig tudtok kérni. Igen. Figyelem az arcot. Igen. Ez igen. Még valahogy nem volt bonyolult, repültünk párszor. Most nekem most állt össze. Most megvan, igen. Jogosan böki-e a nem, de hogy ti milyen osztályon utaztatok ki Afrikába? Hát kinek mi jutott? Van, aki a bizniszen, van, aki a turiszton. De én csak azért, mert Balázs kézi podgyászában jutottam fel. És itt jön a rés, amit Viki vett észre a légi közlekedés biztonsági rendszerében. Tehát átmész, elvesznek tőled mindent, fémet nem vihetsz fő, vágóeszközt nem vihetsz fő, C4-est, robbananyagot, plutóniumot nem vihetsz fő. De, ha bizniszen utazol, akkor ott, mint egy ilyen extra exkluzív szolgáltatás, a fémevőeszköz, villa, kés, szúróeszköz, spicer, detonátor, C4-es, tehát hogy ott viszont a bizniszen mindent megkaptok frankon fémmel. Igaz? Egyébként ez tényleg így van. Ezen mi is gondolkoztunk. Hogy a bizniszen nem utazik terrorista, ez azok. Valószínű, hogy nincs pénzük a terroristáknak bizniszen. De hogy? Igen. Egyenre van. Ez, mert nitroglicerére és trotinra költik. Nem tudom, hogy mi a megfejtés, de tényleg valódi fémelvőeszközt kapsz, kés van a kezedbe, villa, amit ugye azért cserélnek műanyagra, és azért eszik mindenki műanyag kis tálkákból, meg villával, meg késsel, hogy ne tudják ártani a stewardessben. De hogy ez, ha te mondjuk a first class... Senkire mozduljon, kanál van nálam! Uram, tegye már rá az, hogy műanyag kanál. De ha first class-on vagy bizniszen utazol, akkor ott megkapod a fémet. Ott nem félnek attól, hogy valaki mondjuk nyakon szúrja a stewardess, vagy behatol a pilóta fülkébe, mondjuk oda nem tudsz egy fémevőeszközzel se, de a stewardess sakban tudod tartani. Ez egy érdekes felvetés. Hihetetlen, mert hogy a feleségetől származik. Igen, tehát hogy... Igen, tehát hogy ennyi... Látod, milyen asszony? Milyen gondolatai vannak? Hihetetlen. Igen, pedig turistáhoztam. Igen. És nem is aludt napok óta. Igen, ilyen biztatom, hogy Viki, ez oda kerül egy villa, egy kés, egy kanál, és rögtön azon gondolkodik, hogy kit tudnék ezzel megölni. És elsőnek eszébe jut a férjem. Igen. Miért nincs itt? Nyakon tudnám szúrni. Jó a felvetés. Hogy beszélgetek ugye arról, hogy a telefon ki kell kapcsolni, a cipőt le kell venni, az övet ki kell csatolni, a sapkát le kell venni, a nem tudom, a fél pohár vizet ki kell dobni, a nem tudom, tehát hogy tényleg úgy mész föl, hogy egy ilyen rettegés van rajtad, hogy egy potenciális tömeggyilkosnak néznek minden és átvilágításkor, majd a tűéles fémkést bizniszen megkapod, mert érezze már jól magát a jó nívós utas. Szóval véletlenül, mondjuk, bár nem tudom, hogy mennyire kik hallgatnak minket, de hogyha valakinek ez ötletet ad, akkor bocs, de hogy szerintem az egy finom rés a pajzson, nem? Abszolút, igen. Most olvastam, hogy vannak olyan járatok, ahol a first classon, ami még a business is megkülönbözheti a first class-tól, ugye, hogy tulajdonképpen van a turista, a business és az első osztály, és az első osztályon vannak olyan utasok, akik a business háromszorosát kifizetik azért, hogyha te fölmész az első osztályra, akkor kiválaszthatod az ágyneműt, amiben te alszol. Hoppá, beteg. De ez már azért nagyon beteg, hogy érdemes egy 10 órás útra egyébként a biznisznek a háromszorosát kifizetni. Ugyanúgy menüről választod az ételt, stb. Egy csomó minden van, de az ágynemű színét és az ágynemű anyagát is megválaszthatod, hogy mivel akarsz te takarózni a 10 órás tengeren túli járaton. Hogy azért az elmebetegségnek... Igen. Bőrét. És kiválasztod, mit tudom én, 4-5 kép alapján, hogy te milyen ágyneműbe aludnál. Ez már nagyon beteg. Ha én oda feljutnék, valószínűleg vissza kérdezni egy csodálkozva, hogy biztos uram, hogy egy keki színű hálózsákban szeretne aludni a földön, illetve a padlón. Balázs szájából mennyire hiteles, aki nem, mikor most benn voltam, mondom, hogy kicsikét takarítom, meg leszedegettem a porticákat, láttam, hogy bébi fóka szörméből volt a sötétítő függöny az egész nappalin. Tehát, hogy... A büdös életben nem utaztam még first class-on egyébként, és nem is utaznék. Tehát ez egy elvi kérdés, hogy mondjuk a biznisz háromszorosát kifizeted-e azért, hogy saját hálófülkéd legyen, mert hogy vannak ezek az új gépek, ugye az Airbusok, meg a Boeingek, ahol hálófülke van, és ott még az ágyneműt is megkérdezik tőled, hogy azért a pazarlásnak is azért döbbenetes, hogy milyen méretei vannak, nem? Nem, már nincs hova tegyen. Nem tudod hova tenni, és akkor elmész mondjuk first class-on. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő volt. De hogy kapsz fémkést, amivel viszont boldogan tudsz ott terrorizálni az utastérben. Tehát, hogy nem tudom, mondom, akkor viszont én elfogadnék, tehát
nekem oké a fémkés, de akkor én elfogadnék egyen szolidabb és emberi átvilágítást lent. Tehát, hogy én azt gondolom, akinek az a munkája, hogy föl tudja vinni azt, amit föl kell vinni, azt föl fogja vinni. Én, akinek nem az a munkám, én velem viszont rohadtul kidobatják a kólát. Tehát, hogy a kettő között valahogy megtalálom a ízét. Jogosan böki a csőrömet a potenciális gépeltérítő eszközök átadása a bizniszen. Hát gyerekek. De szemét vagy. Erősen vajúdom, hogy egyrészt hallgatóinkat mennyire érinti ez komolyan, illetve az ezüstevő eszköz és az aranyevő eszköz, amit osztanak mondjuk a First Class-on, és az ezzel való gépeltérítés valójában jogos Balázs, törvök Balázs, lehet-e? Balázs. Tőled azért szimpátiát meg... Fejben meg megvan az ítélet. Együttérzést várnék, csak halkan jegyzem, hogy a félmeztelen tavisellők gyakorolják nálad otthon közben az Isten hozott kisgazdám szonettet. Tehát, hogy... Hát, gyerekek, én ezt nem... Én... Kettő az? Én ezt egyesre hajlok. Balázs. Nem tudom. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Majd kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Nem. Voltak ennél jobb csörbökések, amivel egy ország tudott azonosulni, az arany evőeszközzel, a stewardess leszúrása a bizniszen, hallgatóink viszonylag kevés százaléka tud ezzel valójában azonosulni. Egyébként joggal teszem hozzá, nem tudom, bármennyire is kiállok melletted ebben a rovatban, nem tudom. Jó, akkor csak tudom. Oké, akkor csak annyit mondanék a böki a csőröm lezárásaként, hogy közviki, jó? De hogy... jó volt a téma. Jó volt a téma. Igen, Viki, ritkán egyeztetünk, de úgy látszik, hogy olyankor bejön. Hogy igen, tehát ezt Viki küldte el tegnap, hogy ez szerinte jó lesz, köszönöm. Tehát csak annyit mondanék, hogy így a jó. Viszont... Aha, viszont nagyon elegáns volt tőled, hogy most, hogy nem fogadtuk el, átdobtad a Viki. Figyelj, azon, a felelőssége. Azonnal egy nő... Mi az, aki besült? Viki. Azonnal na, mit hoztál? Azonnal egy nő mögé bújok. Figyeljetek, ott vagytok most távol, és azt hihetitek, hogy talán nincs is ma témám. Én picit azt gondoltam, hogy itt mindenféle aranyevő eszköz, ezüstevő eszköz, gépeltérítés, talán Tibi, nincs témád. De van! Fiúk, ti visszacseréltétek ezt a kis aláfestő zenét ugye az afrikairól a régi megszokott magyarra, ugye? Így van, visszatettük, mert hallgatóink követelték, hogy nem tudnak a Bushman dobokhoz hozzászokni. Néhányan kiugrottak a tizedikről, úgyhogy visszatettük a hagyományos régi kis... Mivel a témám picikét kapcsolódik a honvágyhoz, ezért én pedig egy picit még visszább tenném ezt az alázenét, és szeretnélek egy picikét titeket hazalopni. Beadjuk egy picit hangosan, utána majd lejjebb húzzuk. Figyeljetek, jön a varázslat. Érzitek a hangulatot? Hájjelzzük. Jó. Megvan a honvágy, kezdve jönni, hogy húzzuk lejjebb. Azonnal, meg? Azonnal. Hát nem, jó, egy papi, abszolút. Sírva vigadtok? Hát már kezdünk. Nyúlunk az italos üveg után. Anna, ne legyél már ilyen gorosz, hagyjad már ezt a bécsi szeletet, most szegények mióta nem ettek már normálisat. Ne, de rohadt szemetes. Anna, nem. Tibi ebben a pillanatban behozott hurkát, kolbászt, fehér kenyeret, rántott húst és sült krumplit. Hogy egy picit most azért, hogy rohadjál meg, ahogy vagy, mert hogy egy hete ugyanazt a Bushman kaját kajálom, és már nem bírok lemenni az étterembe, mert mindig ugyanaz van. Megjött Ákos is, te mit hoztál? Ott a rántott sajtod, Jani. Rántott sajtot? Rizi bizivel, te szemény állatok. Lerúgom a monitort. Két hete vagyunk itt. Lefolytani. Egy kis házi túrós palacsintát. Nem tudom, most tele vagyok. Az embertelen. Brüsszelhez fogunk fordulni. Két hete ugyanazt tesszük, mert nincs más vacsorára, és nincs más reggelire, csak ugyanaz, ami egyébként nem rossz, de két hét alatt már nagyon ilyenkor, az emberjogi az aktivisták. Pörkölt! Jutúrós galuskába, de tele vagyok. Ne, nem, nem kérdezsek. Pusztulj el állva. Nem kérem, nem kívánom ezt se. Nem tudom, valahogy. A lecsót be se hozzuk már, mert hova tesszük. Töltött paprika, még az is kimarad. Kimarad a töltött paprika. Ó, de mindegy, ne hozzuk be. Ó, egy jó töltött paprika, basszus. Hogy a műkarját tényleg odaadnám érte egyébként. A másikat is. Meg vagyok őrülve ezeket a kajákért. Nyakamba akasztom már ezért a csabai kolbászt. Tibi a nyakába tette a kolbászt egyébként. Kolbászból. Jó fehér kenyér, egy kis kolbász. Igen. Nagyon érzed ezt. De nagyon miért? Érzed. Már problémát dobál. Nem áll. Enyhén csípős, nem is rossz. Nem, ez a jó csabai házias. Rántott húsi.
Konkrétan minden nap arról beszélünk, hogy ki mit enne, ki hol menne kajálni, mi hiányzik a legjobban, ki melyik étteremben menne, mit főzetne az anyukájával, mit főzetne a feleségével, hogy egy kicsit érezzük a hazai ízeket. Mit hoztál, mi az? Azt mondja, jó a tartármártás, finom. Jó, rendesen jó. Szemét. Jó van, Tibi. A kairói járattal nem csak Cox megy, hanem egy kis antrax is majd neked. De az, hogy behozta az Anna, annak közben... Falatozzunk. Annak közben elkezdett falatozni, de mi műanyag evőeszközzel, nehogy kárt tegyünk egymásban. Tehát, hogy... Aha. Az ezüstöt szóval azonnal cinkostárs vagy, mi Anna? Azonnal, mi? Be egy kis tréfáról van szó, ott vagy, mi? Ez nem tréfa. Három olcsó poénért, hogy árul el minket? Nézd azt a kaján vigyort az arcára. Legalább írtál valami kesergős szöveget, nem írtál erre a csodálatos zenére, ami által van. Az együttérzés. Na látod, mindjárt megfulladsz. Hú, félre is nyertem a kódást. Ha lesen ide veszem volna. De egyetek ti bogara. Na, egy picit a honvágyról akartam. Ezeket? Mit tegnap elmentem egy étterembe, kivel, megkértem anyámat, hogy virrasszon és hatféle főételt főzön le egy poén kedvéért, igen, nyilván. Egész éjjel főztem. Az Anna, igen, az Anna volt. Te aztán olyan vagy, persze, na, te főztél. Anna elkezdte lopni a sót. Na, egy picit... Anna, ragasszál már a nevemben egy ezres a Tibirek a homlokára. Csak jó? Csak 20 000-es van nálam. Akkor majd váltson. Jó, a téma kicsikét ebből indul ki. Hagyom, hogy nézegessétek fotón, egyébként kiküldtem nektek a kajákat, jó, tegyétek az ágyatok fölé, oké? Okay? Hogy ez vár benneteket itthon. Jó van, fekély legyen az, ami bánt. Az legyen a legjobb barátod. Jó, mélyen. Na, egy picit a honvágyról akartam veletek beszélgetni, mert én is töltöttem hosszabb időt külföldön, ugye ez Kína volt, ahonnan be is jelentkezgettem, hogy mi az, ami legjobban hiányzik, tehát hogy picit nyilván a szeretteiteken túl, tehát nyilván a család meg a szerettek azok nagyon, de mik azok, amik itthonról nagyon, nagyon elkezdenek hamar hiányozni mindenkinek más ilyen. Rettetesen hiányzik az autóm. Olyan vagyok, mint egy lisztes zsák, akit így beültetnek, kiszednek, visznek, mint egy ilyen csomag, tudod, egy ilyen identitását vesztett, kasztrált eunuk, aki egy ilyen életképtelen fázisba lépít ki, és mindig utazunk, nem? Buszba, autóba, ki, te teljesen elveszted önmagadat, mert szíved szerint beülnél egy autóba és vezetnél. Tehát az nagyon tud hiányozni, főleg amikor ugye azért így elég sok kilométert kell megtenni. Nekem hiányzik a tenisz rettenetesen, tehát minden nap szervágatok a szobámban labda nélkül, és a teniszpartner, igen, az ütőm még mindig ott van, mint egy kis szentélyen a szobámban, senki nem nyúlhat hozzá, az hiányzik még nagyon. Tök érdekes, hogy nagyon jó itt az ágyunk, de nekem például a saját ágy is hiányzik. Nagyon, nagyon kényelmes egyébként, ami itt van, de valamiért az, ugye, hogy ledőlsz este, hogy azt mondhat, hogy áh, csak jobb lenne a sajátban. Nézd meg, Jani, hogy lapít, tehát, hogy mert ő neki az otthonosságot, ami adja, az a világon mindenütt elérhető, tehát, hogy... Hálózsák van, zoklinak teregetés van. Szélessávú internet van. Figyelj, a kajákkal nagyon betaláltál. Ja, közben... Te személy! Húzzá ki onnan, annál már lesz ennek jó vége, majd meglátod. Ez barack lekvár, de finom. Tele vagyok, köszönöm. A legjobban a kajáktól a Jani szenved, mert hát azért vega kajából nincs sok, tehát a Jani három lassan két hete vagy három, te köreteken él. Hát. Tehát te főzött sárgarépát, brokkolit, és nem tudom, mit eszel na folyamatosan. Most mondom nektek, hogy én ma délután át fogok ide menni a Wimpy-be, az egy ilyen gyors étterem itt Dél-Afrikában, ugyanis ott egy jó héttel ezelőtt a Balival beültünk, és ettünk egy ilyen vegafasírtos sajtburgert, sima krumplival, és volt utána egy olyan csokoládétorta, amit én még itt az elmúlt egy hétben nem ettem. Tehát egyrészt a vegakaják rettenetesen hiányoznak, nem tudnak ilyesmit főzni, illetve a szertek édességek, a megszokott kis tortáim, süteményeim, a megszokott helyem, ahova beülök is. Azért senki ne gondolja, hogy a napi cukorbevitele leesett a másfél kiló alá, szóval azért itt egy kis négy gombóc vaníliafagyival, ott egy kis vaníliasodó, 6 gombóc, nem tudom, grízes gombóccal, némi kis madárt, egy némi kis fagylalt, tehát azért én ott vagyok, a kis este egy kis kekszecske, adás után kekszecske, tehát azért... Közben kekszecske, meg egy kis kekszecske. Meg egy kis kekszecske, csúra nekem is, mert azért ott vagyok, mikor is sündörök az édesség körül, néha én is rámegyek, de azért tartott, tehát kicsit a cukorbeviteled leesett most egy kiló alá, de meg vagy azért. Meg vagyok, meg most már eléggé unom a zuhanyzó kereten való húzockodás, úgyhogy azért szeretnék már terembe is menni, meg kisziklára, ha esetleg lehet. Igen. Vannak dolgok, amik így elkezdenek hiányozni, fura, és még van egy hónap. Elkezd hiányozni maga az ország is, elkezdenek hiányozni azok a dolgok, amiket szerettél, egy kedvenc kajálda, a budapesti levegő, a forgalom, tehát egy idő után nem gondolja senki, de maga az ország, az elkezd hiányozni. Balázs, és nem gondolod.
legyen nyugodt, a budapesti forgalom, megmondom őszintén, hogy nagyon vár téged. Tehát, hogy én kétszer voltam kint benne tegnap, és mindenki mondta, hogy a budapesti forgalom úgy vár téged, hogy figyelj, hogy ahogy hazajössz, rögtön bele is mehetsz. De tényleg ilyen apró dolgok, hogy átvezethessek autóval a Lágymási hídon. Amikor ott vagy, nem gondolod, hogy ez neked valaha fog hiányozni. És két hét után egyébként, ha most simán, nem? Hát, hogy feldobnák, hogy vezethetsz, indulnál azonnal? Én most szívesen mennék ott, csak hadd vezessek már egy kicsit. Én úgy szenvedek, hogy két hete nem tudok vezetni, nekem a vezetés nagyon. Az egyik legfontosabb dolog az életem. Nem nagy dolgokra kell egy dolgon gondolni, Tibi, tényleg egészen apró dolgokra, mit tudom én, egy melbimbó. Ennyire hiányzik, akkor itt van, Jani, gyere. Jó, oda nézd, megkapom! Gyere, kapaszkodj fel rá. Hogyha esetleg körbe dolgoznád egy borotvával. Ahhoz még kell két hét. Ez a melmaszírozás, ez most ment ki livestreamen? Ez ki? Mert nem masszíroztam, mert csak mondtam, hogy ha bimbó hiányzik, amik ezért nem ennyi az, még egy hónapig kapaszkodj. De ezek szerint Balinak is hiányzik valami az életéből, mert nagyon gyorsan jött az ajánlat. Igen. De hogy kinek hogy néz ki a szobája? Ki hogyan tette otthonossá? Mi az a pici kis nüansz, aminek ott kell lennie? Tehát nekem például, ha bárhol elmegyek külföldre, akkor nekem a film az, ami, tehát hogy beteszek egy filmet, hogy megszólalott a kis szobában valami otthoni film, vagy valami kis zene, az ami az elsődleges. Nektek mi az, amitől egy picit jól otthonosabb lett a lakás? Hogyan rendeztétek át, vagy a kis szobátokat? Hát Janinak a kiteregetett zokni. Én azt gondolom, hogy Jani ezzel lőrincen érzi magát. Ennyi. Kiraktam egy kaszatívi posztert. Gyerekek, bármilyen fura, de nem voltunk még egymás szobáiban. Tehát én nem tudom, mi van a Feri szobájában. Én gondolom, hogy a ventilátorról lóg a szerrahosonkat. A kolbász, meg a sonka, így van. Nagyjából itt tudom elképzelni. Jani volt nálam, de még én sem voltam nálad. Leginkább egyébként azért, nem, mert nem akarok zoknival álmodni, és nem akarom látni, hogy te valójában tényleg a lámpára teregeted az oknidat. Én ezt elképzelem gondolatban, nem akarok ezzel azonosulni. Te voltál nálam. Nem, de ugye? Voltál nálam egyszer ruhát próbálni, csak utána kellett kérnem egy szívlapátot, hogy kiordjam a sarat. Kicsit Jani szobáját összesarasztam. Ahova megyek, sarazom, mert állandóan saras a cipőm. Mondom, nálam az egészet úgy kell elképzelni, olyan, mint egy szentély. Tehát, hogy minden... Az! Igen, az egy szentély a tatárjárás nem után. Nem úgy, pont ezt akarom mondani, hogy kupi van, tehát én ezen átlátó, kupi van, és a kis teniszütőm ott van, neki döntve, egy fotelban a kis fotel számlájának is ott van. Azt láthatod. Az ott van. Az ott ez van. Igaz. Ez igaz. Van. És alatta van kis, hogy hívek, ételáldozat, hogy szanaszélszor a chips, banán, narancs, kekszek. Jó, hát áldozni kell hát a teniszütőnek. Egy ha, igen, ott ha a teniszütő éhes, akkor hadd fogyasszon kedvére. Hát ez abszolút. Hát muszáj. Mit tanácsolnátok azoknak, akik mondjuk most kint van a külföldön, hogy nem találják a helyüket, vagy kis zugukat nem tudják, vagy jól berendezni, vagy aki most indul, hogy mi az, amitől egy picikét otthonosabban fogja érezni. Mert mindenki egy tippet mondjon, és akkor abból összeáll egy egész, hogy neki mi a... Tehát akkor Balázsnak a teniszütő. És kép a szeretekről. Segít, azt kirakod, és akkor az úgy jó. Aha, szerintem csinálják azt, hogy töltsenek le az internetről egy képet a parlamentről, szórjanak ki egy csík kalocsai paprikát, és szívják fel egy ezresre. Forinttal. Igen. Feri, tényleg nálad mi van? Mi van? Semmi. Kupi van? Rend van? Mi kupi. Van az? Kupi van? Kupi, hát. Én kupis vagyok. Hol tartod a lángolt kolbászokat? A ventilátorod? Azt mondtam, föl van. Akasz, sőt, úgy van, mert azért jó, ha forog a ventilátor, csak felfelé fordítod a kolbászt, és szeletel is. Kinyitott szájjal alá. Na majd bemegyünk egymás szobájába. Egyébként is ígértem az Instagramunkra Jani szárjadó zokniairól képet, úgyhogy ezt most már tényleg bepótolom és felteszem. Hát hogyha azon olyan érdekes dolgok lesznek, föl is iratkozok rá menten. Nem vagy még, nem követsz még Instagramon minket? Én megvártam ezt a zokni dolgot. Kellett figyelj. Valami nagy hívószó. Figyelj, nagyon durva, nagyon durva. 7800-an vagyunk. Nagyon szeretem a kis Instagram barátaimat egyébként. Én szerkesztem az Instagramot, havonta egyszer kerül egy kép. Nem, tényleg. Most az utóbbi egy-két hétben egészen sok kép került föl. Jani zoknis lámpás ventilátoros megoldása lesz a következő. Így van, és utána, ha még Feri nem megy vissza, akkor csütörtökön még mindenképpen készít majd egy képet az ő fürdőszobájára, mert tegnap kiment Feri, és vert néhány vályogtéglát, és beépítette a fürdőszobában az zuhanyzót füstölőn. Igen. És a fél disznók lógnak az zuhanyzóba. Azt akarom, hogy legyen most köztünk egy alkú. Én eldöntöttem, életemben nem küldtem még csomagot soha senkinek. És most eldöntöttem, hogy nektek összerakok egy pakkot, mindenkinek lehet benne három dolog, amit kér. Én el fogok menni, tehát ez most nem alibi, amit kértek, bármi, én elmegyek, és az benne lesz, és egyszer jön csomag, rá lesz írva, hogy Kassa Tibi küldte, csomag jött. És akkor bontjátok ki szépen, és akkor utána lesz egy fotó, megérkeznek benne a kis holmik,
mindenki három dolgot kérhet. És én elmegyek, én nem kérek. Mi van, ha kettőt mondunk, és egy meglepi? Legy már meglepi, mert csomagot jó, úgy jó, jó kapni, jó, ha van benne meglepetés. Okay. Lediktálom, hogy mit kérek, és azt megkapom, az is jó. Egyébként tényleg, miért nem küld anyám csomagot? Ez jó. Figyelj, ez olyan, mint amikor egy diák voltál, és vártad miért a csomagot a táborba, hogy csomagot kaptál, bemondták a nevedet, hogy csomag jött. Aztán nem volt benne semmi, csak egy levél, de örültél neki, hogy csomagod jött. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Kettő dolog plusz egy meglepetés. Én annyit kérek cserébe, szinte semmi, hogy annyi, hogy minden nap egy képeslap, hogy vagytok. Jó. Figyelj, nekem meg is van, én a kézisújzóimat szeretném, ha elhoznád. És az szemétláda. Szemét. És az automat. Ja. Addig gondolkozzatok. Jó, ez a kettő. Oké, a Balázsnak a kézisújzója, meg az autó. De nem áll Balázs, ne, tehát olyat kérj, amit elküldök. Én tényleg megcsinálom ezt most. Tehát ma holnap én elmegyek, összerakok nektek egy pakkot, kérhetek valamit, és akkor ez Tibi Mikulás kettő dolog, meg egy meglepetés, jó? Na. Jó, olyat is kérhetek, hogy szedd le nekem interneten és CD-re írt ki? Igen, bármit. Is kérhetek? Igen, bármit kérhetsz. Jó, akkor van most két film a moziban, amit nem láttam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogy nem láttam. Kérhetem ezt CD-n? Igen, bemegyek, lekamerázom, és miután kiengedtek a sitről, majd elküldöm neked. Igen, igen. Szedesd le Lacival. Jó, akkor addig gondolkozom. Jó? Jó, akkor két film. Jó, lehet a két hát film. Hát a Ferinek már ne küld semmit. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazán nagy vonalú vagy. Mi kérünk csomagot, mi végig vagyunk több mint egy hónapig. Aha, a Feri szombat délután már a Vámon. Az nem fog ideje. Várjál, már a Vámon ül. Hogyha elsőbségvel tudnál neki küldeni néhány, mondjuk egy a 40-50 darab üres kinder tojás. De csak a kapszulán. Nagy segítség lenne. Le tudja nyelni a kapszulát. Már szombaton érkezik egy árat Kairóból. Mit kérek? Hozzáteszem, hogy a Feri ugyanúgy kérhet, csak annyi, hogy majd neki, ő már nem lesz ott, és neki meg hazahozzátok. Hát a barátság azt gondolom, hogy ezt kibírja. Az tehát, hogy... Na, mi legyen, fiúk? Várjam. Készül a csomag. Figyelj, nekem, de ott voltam őket, küldje már nekem egy pár munkavédelmi füldugót, a sárgát, a gyógyszertárba lehet kapni, nem drága. Aztán küld el nekem kazettán, de kazettán, mert véletlenül a Walkmanomat hoztam el, az ezer hold és némi csillag című slágert. Némi! Ezer hold és némi csillag. Mert kéne nekem reggeli ébresztő zenéne. Figyelj, Tibi, nem, most ezt komolyan mondom, nem tudod megoldani. De most várj, nem tudod megoldani, hogy megkapod, tök komolyan kérdezzenek, hogy nem tudod-e kiküldeni a kocsimat. De ez most tök komolyan. Ugye terepen megyünk, dzsungelbe megyünk, az autó, az ott a legjobb, én otthon állandóan betonon járok vele, így tudnám kihasználni, nem tudod, nem hozott ki? Jó, hozd hogy ki? Legyen akkor hozd egy ilyen, ki. Hogy elindulok a kocsiddal. És valamikor november végén megérkezem. Megérkezem, mondjuk annyi kilométer, tehát hogy olyan utakon fogok addig bemenni, annyi kilométer, hogy azt az életben el nem adott többet, de hogy ott kint még az utolsó lehelletét kileheli ott alattad. Akkor elinduljak vele? Holnap? Én örülnék neki. Figyelj, a legnagyobb ajándék lenne, aztán Bali itt a kocsit. Figyelj, besírnék a gyönyörűségtől. Komolyan nem lennék egy zsákliszt, akit így hoznak, visznek állandóan. Ez lenne a Budapest Nelspreet rally. Igen. Elindulnék egy ilyen reality-szerűen, és akkor először az, hogy próbálna meg elhozni, úgyhogy gondolom, hogy a Benny tudja leghamarabb odaadni a kulcsot, vagy nem tudom. Apá! Vagy küld alkatrészként, minden nap kiküldesz egy valamit, te küldöd, én itt összerakom. És meg vagyunk. Fiúk, ezt a romantikus csomag... Várjál. Mi élünk ezzel a lehetőséggel, csak hadd teljen el egy-két hét, amikor még úgy nagyon szükségünk van valamire, és akkor szabadon fogunk, jó? Tehát ezt a csomagküldést te nem úszod meg. Én szeretném. Még átgondoljuk. És jövő hétre akkor kérünk valamit, jó? Jó, én szeretném, közben úgy érzem, hogy Anna beletolakodott a megszólalásomba, valamit akar. Mert lenyeltem az ételt, most már itt vagy, nagyon finom a palacsinta. Ő el fog szegényedni a Tibi. Mert hogy csak megnéztem nektek a Dél-afrikai köztársaságban a csomagküldést. Tehát szerintem ezt máshogy fogjuk megoldani, mert Tibi hazajön és csövezni fog már az aluljáróba. Mi ez, hogy egy csomag... Nézd meg a grammokat, hogy... 80 000 forint. Adjátok az a gyártásnak. Küldjétek a Normival. Itt van egy ilyen korrekt csomag, 80 000 forint. Tudod, mennyibe kell neki küldeni az autódnak? Vagy egy Spicert nem küldök ki neked. A füldugó az rendben van, mert könnyű. Jó, de az én füldugom csak 200 forint, érted? Az egy csomócspóra. Tudom. 200 forint, az 25 000 a csomagolásra. Arcoskodtál, egy hét múlva jövünk a listával. Jó? De tényleg? Most picit ezt most benyaltad. Jó, én viszont minden nap szeretném tudni, hogy jól vagytok, és kezdjétek el képeslapokat küldeni nekem, mert én meg nem kaptam képeslapot senkitől, jó? Jó, küldjük neked. Félbe kérdezem. Hát a...
Nem kell semmit kérdezzed, olyan jogos a taps. És olyan jogos de a taps. De nem tudom az életemet, hogy hagyjál be. Ezer hold és némi csillag. Rántott sajtomat falatozom. Szemetek, szemetek. 3-4-10 van pontosan. Tibinek köszönjük szépen, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. Mája, mája, mája. Móni, móni, só. Mája, 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 hó. Móni, móni, só. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Balázs, Feri, Jani, Manny, Afrika. 3-4-10, múlt pontosan 4 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak innen Dél-Afrikából, mert hogy itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Nagyon sok hallgatónk jelezte, hogy nem tudta maradéktalanul élvezni a Ustream szolgáltatást, de ezzel nincsen semmi gond, így értek az égvilágon. Kicsit később, amikor már lenyugodtak a hullámok, felmentek és megnézitek a felvételt. Úgy szépen így folyamatában van. Semmi gond nincsen. No, arra meg lehet nézni újra. Így van. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Engedélyezik most már, hogy repülőkön üzemmódba, a repülő üzemmód állítás nélkül használhassák ugye az utasok a repülőn a telefont, és mi arról kezdtünk beszélni, hogyha valaki tömegközlekedéssel jár, akkor biztos megvan az az úttársa, aki állandóan telefonon beszél, és olyan hallgatókat kerestünk, akik elmondják nekünk, hogy mit mond az illető, kivel beszél minden reggel, hogy telefonál és milyen stílusban teszi mindezt, érdekes SMS-ek jöttek. Valamint volt egy komolyabb témánk is, dr. Kis Zoltánnal beszélgettünk, a Központi Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetőjével, aki kint volt az ebola kutatáson Afrikában, és nagyon érdekes dolgokat mondott nekünk arról, hogy hogy zajlottak az ottani vizsgálatok, mit kellett a magyar stábnak csinálnia, és hát hogy kutatták a különböző vérminták alapján az ebolát Afrikában. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Ebből is szemezgetünk, és a telefonos útításokból is. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Morning Show. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Oké, hogy ott vagyunk. Mind meglepődöm, hogy ennek ennyire hirtelen van vége, viszont ez a zene annyira jó, ez egy filmzene. Tud már meg, Léci Zsűl, hogy mit tett a Lá Viktor, az annyira tetszik nekem ez a zene alatt. A Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Csabi! Látlak titeket nincs a Skype-on, és azt látom, hogy a Jani laptopja mögött van egy alma, és pont úgy néz ki, mintha egy... Igen? Nem, hanem pont úgy néz ki, mintha irigyelne egyfajta dobom, minőséget. De... Tehát, hogy egy almás laptop, érted? Ja, egy almás laptop egyébként. Igen, várjál, harapok belőle egy darabot, és finom. Nagyon finoman. Kihallgattam a beszélgetéseteket, amíg ment a best of, a Balázs azt mondta, hogy akkorát fogok aludni, csak hogy mikor? 6-7-8-7? Mikorra tervezed ezt? Nem, most ma éjszaka voltunk forgatni, és most nem kell mennünk, úgyhogy most 10 óra után akkorát fogok aludni, hogy a Feriék is megkeserülik. Az biztos, de azt szól, hogy még nekem is fájni fog. Bosszúból most olyat alszom 10 után, hogy az nektek is fájni fog. Most van időnk, hál' Isten, azért így a napközben az egy kicsit szellősebb. Mi újság, voltál futni? Képzeld el, ma voltam, ugye tegnap kimaradt, úgyhogy ma elmentem, csak hogy igennel tudjak válaszolni a kérdésre, de csak miattat csináltam, mert kedden nem szoktam, hétfőn, szerdán, pénteken, de hát látom a Jani fején a mosolyt, és nekem ez már megérte. Igen, boldoggá teszed. Jól van, hívjuk a naphallgatóját, jöjjön az áruló és tárcsázzon. Miért áruló? Már itt van, mit csoda? Hát nem láttad. Az áruló, aki egy poénért elárul minket, és habzsolja a túros csúszát, minden, csak hogy a Tibi oldalára álljon. Túros csúsza. Nem hiszed el. De nem most látszik is rajta, nézd meg. Csabi, te is gyere, csipegessél még. Legalább te ne állj be a sorba, Csabi, kérlek. De hogy nem. Kérlek, olyan szívesen adnám oda a Zsűr balcombját egy húslevesért. Hát igen, sajnos ez a baj, gyakorlatilag a húspari szempontból nézve Zsűr feldolgozódott itt az elmúlt napokban. Mindenét odaadtuk minden már. Minden elkelt. Egy jókai bablevesért ölni tudnék, de tényleg. A hívottam jelenleg nem elérhető. Próbáljon. Na jó van.
Oké, okay, Csabikám, hát akkor mesélj nekünk, milyen zenéid lesznek. Képzeljétek el, folytatódik a Kylie játék, ugye tegnap indult, egész héten tart. Kylie Minogue dalát kellene megtalálni a kedves hallgatónak, és ha megvan, akkor egyrészt nyerhet páros belépőt a Kylie koncertre, emellé még CD-t, posztert, plusz van egy fődíjunk, egy szerencsés klassz hallgató, egy úgynevezett meet and greet-et fog nyerni, ugye, ami magyarul azt jelenti, hogy személyesen találkozhat Kylie-val, egy fotó erejéig odaállhat mellé. Az nem gyenge. Az nagyon az jó. Odaállnál? Én is. Hogy ne állnék oda? Nekem Kylie mindig nagyon szimpatikus volt. Sőt, nagyon odaállna. Volt olyan dala is, ami tetszett. Jó, de ahogy megyünk előre, tehát 3 hét múlva jönni, már Bonnie Tyler. Így van. Vicceltek. Ahogy haladunk előre, is vele a libidóját, akkor 3 hét múlva bárki mellé odaállna. Így van. Ölni tudnék egy jó Barbara Streisandét. Hidd. Lesznek még napok, amikor megbecsülöd azt is. Na jó van. Csabi jön a kiválságműsorra, jó, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle dalt bátran, mi pedig érkezünk holnap 6 órakor. Vigyázzatok magatokra, szevasztok! Hello! Sziasztok! Ciao, ciao! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül élőben.